Nagy szeretetek, köszöntelek benneteket, örülök, hogy ilyen sokan el tudtatok jönni, és hogy Rábik János azért nem véletlenül tartja azokat az előadásokat, és úgy gondolom, hogy nem hiába bizonyíték, hogy egy kis közösség, amelyik kevég nem voltál jelen, és remélem még sokszor látunk vendégül, ilyen szinten érdeklődik azután a hát mondjuk azt, hogy információk, meg tudás, meg ismeretek után, amit sehol nem fogtok tudni meg, meghallani. Sehol. Ezt egy picit odaadnám csinálni, hogy az a leges, legnagyobb öröm számomra, hogy akkor, amikor annyi minden, annyi helyre hívnak benneteket, annyi dolog van, annyi olyan esemény van, ahol elvárják, hogy megjelenjünk, akkor eljöttök egy olyanra is, ahol igazából a ti tudásotokat, a mindannyiunk tudását, a magyaroknak az ősiségét, a hovatartozását, minden olyat, amit elfettett már az idő. Tehát el is vették szándékosan, azt hiszem János, ezt te tudod a legjobban. Egy olyan történelmet tanítanak, egy olyan történelmek vagytok a részesei, amelyik a helyindétek, hogy azok vagyok, akkor ma egy, egy ilyen pici, semmit mondó nép lennénk. A bolygó egyik legidősebb, legöregebb alapító népe, amelyik a tudása nagyon-nagyon el van úgy mélyen ásva, ami gondos kezek nagyon is őrzik, hogy elássák, és örülök nektek, hogy ennyien kíváncsiak vagytok a valóságra. Én azért kértem meg Drábik János, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, hogy olyan dolgokkal, olyan ismeretekkel gyarapítson mindannyiunkat, amik csak ő fogja tudni átadni. Mindent meg lehet hallgatni lemezről, meg lehet adni CD-ről, meg lehet adni YouTube-ról, de soha nem adja vissza azt az érzetet, amikor személyesen egy térbe egy aurába, hogy szoktuk mondani, egy rezgéssel, ahogy nagyon sokan nem akarják ezt érteni, benne vannak abban az információban. És tehát az, amikor itt van élőben, az, aki ezt átadja, az soha nem fogja tudni a mesterséges intelligencia pótolni. Tehát fogadjátok szeretettel, nagyon nagy szeretettel Drábék Jánost, és gondolom, hogy mindannyiatok nagy örömére. <coughs> Az első, amit mondok, hogy köszönöm, hogy meghívtak. A második, hogy eldöntöttem, hogy mivel foglalok kezdni, mégsem Creston Bakával kezdem. Valatom. Ja, meg, me me megtalálom én itt, a, ami nekem kell. Azt mondja, az egy nagyon... Kikészítettem mindent, hogy, hogy mi történt? Az ugye, mert ez kik a világ ugye? És azt mondja, hogy. Ezt azért vettem elő, hogy érthető legyek. Mert az a világprogram, amelynek most egy újabb szakasza kezdődött el, és amelyben most élünk, hogy ezt a, ezt a világprogramot, ezt lényegében 1773-ban dolgozta ki Mayer amzer Rothschild. Persze finomították, mert már jelentősen finomította és, és konkretizálta Ádám Weissau, aki a Bajor Illuminátus rendet hozta, és aki megszervezte a francia forradalmat, ahol ugye két millió, tehát, tehát a, a, francia fehér ember meg, értelmetlenül, Két millió francia fehér embert. Két. Meggyilkoltak a franciák két ennek a programnak a keretében. Na most, miről van itt szó? Mert azért abban a programban egy kicsit nézzünk bele, mert ez a program teljesen világosan jelzi, hogy e szerint alakult a vidág. És hogyha megnézzük, hogy kik azok, akik ezt a programot kialakították. És kik azok, akiknek sikerült így a világhatalmat megszerezni, és egy nem látható világ keretében a világuralmat gyakorolni a látható világ felett. Mert a látható világot nem, a, hát mint hogy mindenki azt gondolja, hogy ugye ilyen a sorrend, hogy, hogy, hogy van -e, Ugye Európa, Európa felett a NATO, a NATO felett a, az Egyesült Államok, az Egyesült Államok első, el, 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 ember az elnök. Hát ez látszik. De ez körülbelül úgy igaz, mint hogy nézzük a, a napot, és azt látjuk, hogy a nap forog a Föld körül. Mert ezt látjuk. De, de már tudjuk, hogy nem. A Föld forog a Nap körül illetve a saját tengelyesen, és a nagy. pont fordítva van. És sajnos ez egyéb vonatkozásban is fordítva van. Na nézzük. E, e, tehát kettő, e, tehát azt tudom elmondani, hogy e, e, Mayer Ramzel Rothschild, aki mindössze 29 éves volt, összehívott e, 1700 73-ban Frankfurtban 12 dús gazdag pénzembert, hozzá hasonlókat, mint ő. És ezek, ezeknek előadta, hogy alakítsanak egy 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 olyan ö, ö, pénzügyi közösséget, amely amely olyan pénzeket tesz össze, amelyekkel meg lehet vesztegetni uralkodókat, stb., és lehet csinálni egy sikeresebb forradalmat, mint, a, mint az angol. Elmondta, hogy lényegében az angolt is megcsinálták, de hát sokáig tartott. Eh, jó, hogy a végén mégiscsak megalakult a Benko Fingand, meg, meg egy, egyéb előgyökhöz tudtak jutni, de azt mondja, ha megcsinálnánk a francia forradalmat, az sokkal több pénz hozza a, hát az ő számokra. Na most azért itt van a kezemben, hogy azért mondjam, hogy Rothschild tehát mayer a, a dinasztia elmondotta a meghívottaknak, hogy az angol forradalom meg volt tervezve, de végrehajtása során számos hibát követtek el. Túlságosan elhúzódott a forradalmi időszak. A reakciósok, a reakciós az, aki ellenáll az ő akaratoknak. Meg is létre, nem elég gyorsan és könyörtelenül került sor. A terror eltervezett uralma és a, és a tömegek alávetése nem elég gyorsan zajlott le. Aztán mit említ még? Azt mondja, az elkövetett hibák ellenére a forradalom eredeti célját sikerült elérni, a ma bankárok, akik kezdeményezték a forradalmat, végül megszerezték a kontrollt a gazdaság egésze felett, konszolidálták az államadóságot, és nemzeti, nemzetközi méretű intrikák segítségével mindig tudtak kirobbantani áborút, amin a legjobban lehetett keresni. Ezt adta elő Mayer Amsel. Utána azt mondta, hogy tehát rámutatott arra, hogy az angol forradalom által elért pénznyereség, eltörpülne ahhoz a pénzügyi előnyökhöz képest, amelyekhez a francia forradalom révén lehetne jutni. De azt mondja, feltéve, ha a jelenlévők, vagyis a 12 dús pénzember, dús gazdag pénzember, az általa alaposan átgondolt és részletesen kidolgozott tervet elfogadja. Na most nézzünk bele ebbe a tervbe. Nézzünk bele, hogy 73-ba mire hozott létre egyesítva a pénzt, tehát egy, egy tulajdonképpen egy, egy szuperbankot hozott létre, abból mind, ezek mind dúsgazak, hát pénzeberek voltak, hogy a pénzüket. 1773. Ez 1773 frank volt. Na nézzük meg, hogy Honnan indult, és mi hova jutottunk. Mert ezt, ez lesz a téma ma. És bár este -kor már este 12-kor már... Másfél óránként tartunk, engedünk egy kis szünetet. Persze, de, de tényleg nem lehet másfél óra alatt elmondani. Nem, de szünet után folytatjuk. Mert, mert, mert oda kell elérni, hogy a mai nem látható világ, amely amely irányítja a látható világot és az irányít igazából. Igen de aznak há milyen hálózatai vannak rengeteg hát több mint ezer hálózata van. És ezt mi sokszor hallottuk vagy halljuk és hogy a so, soros engő. De hát Ez e, 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 ezt mondjuk így hogy harmadrendű. Ne becsüljük le. Nem 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 igaz, nem igazán nem igazán. Na nézzük meg, hogy mit javasolt a, a, a Maja Ramzel. Azt mondja, elsőként azt mondja, a tudományos viták folytatása helyett erőszakot és terrorizmust eszközként használni. Most csak egy példát említek erre. Én megdöbbentem, amikor először olvastam, hogy Lenin minden nap aláírta, hogy ennyi és ennyi embert kell kivégezni. És ne, nem értettem, hát miért kellett annyi embert kivégezni minden nap? És azt ő engedélyezte. Utána persze a utódai. Stalin se volt semmivel se jobb, de hát a Lenin utánozta. Hát azért, mert amikor ők ugye a németek segítségével ö, átvették a, a hatalmat, egy ez a nagy októberi szocialista forradalom az olyan volt, hogy a, 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 a péterváni zsidó ügyvéd Alexander Kerenszkijnek New Yorkból Jacob Schiff telefonált, hogy menjen ki a téli palatából, hogy oda bemenjen be Lev Bronstein Trotsky, akit éppen akkor küldött Jacob Schiff New Yorkból vissza. És ez volt a nagy októberi szocialista forradalom. Ez volt. Mert Aurora, meg ilyesmi, meg forradalom, meg ilyen. Semmi. New Yorki parancsra Jacob Schiff az egyik szabadkönyves kijött, a másik bement de ez nem teljesen volt megfelelő a németeknek, ők egy másik lepénzelt embert Lenint küldték, aki aztán ugye, mivel, mivel, a, a bolsevikoknál őnek ki volt erősebb pociát, ő lett az első ember, de amikor elkezdték, hogy minden hatalmat a szovjeteknek, és, minden, és mindenféle e, e, választásokat kipróbáltak, maximum 20%-ot értek el. Na és ekkor Mayer <coughs> Amzer Lomcsit bocseréhez minden nap azért végeztek ki sok ember, több százat, hogy engedelmeskedjen a nem kivégzett. Tehát terror, vagyis pontosan tudományos viták helyett, pedig hát ő kezdve de ben, ö, nagy tudósnak mutatta magát, ugye, ö, é, még filozófiai könyveket, materializmus és empiro kritizmus. Azt is ő, tehát a, a Foxy Maxin tanították, meg hát a Foxy Maxiről, ugye mindenki tudja, hogy az micsoda. Egy, 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 egy egyetemnek álcázott ilyen Úgy, izé, így, ma, e, e, Igen, na most. Szóval, arról volt szó, hogy tudományos fi. hogy, hát mondja, ez az erőszakot és a terrorizmust kell eszközként használni. A második, amit ajánlott, hogy a politikai hatalom bitorlásával a liberalizmust kell szembeállítani, de, de ezt a e, tulajdonképpen zárójelbe teendő te liberalizmust, ez alatt az volt érteni, hogy hűteni kellett az emberekkel, hogy te most az uralkodónak egy alatvalója vagy. Semmi, ez nincs jogod. Legyél önálló polgár, citizen. Ugye megcsinálták a Deklaráción de droga de lóme de elnevezési, vagy az, a, az emberi jo, jogok és politikai jogok. K, így van, tehát nyilatkozat, ugye? Igen? És mi lett belőle? Az, hogy a nagy szabadság nevében teljesen ártatlan két millió franciát legyilkoltak. Megyünk tovább. Azt mondja, kezdeményezni kell, hogy legyen osztályharc. Vagyis meg kell osztani a társadalmat. Politikusoknak csak egy feladata lehet, hogy vezessék félre a tömegeket. Tessék. Ma is igaz. Hát. Az, az öt, Mayer Amsel 25 pontba szedte. Az, az ötödik azt mondja, rend és szabályok megrévő rendszerét le kell bontani, mert ugyanis a zavarosba lehet halászni. Ha rend van, ott, ott nem tehetnek meg akármit. Tehát mindig legyen vagy forradalom, vagy háború. Vagyis ne legyen rend, mert a rend az nekik csökkenti a mozgási lehetőségüket. Aztán hatodikén mondta, hogy láthatatlanak kell maradni, egészen addig, amíg az erőink már olyan, olyan nagyok, hogy nem számít, hogy látnak minket. De amíg nem olyan nagyok az erőink, addig láthatatlanak. Mert egyébként most azt a korszakot éljük most, hogy már kezdenek láthatók lenni, mert le van a, vi a világ. Nem érde. Mert már nem számít. Bármi gazember, hogy megtámadjuk Irakot, minden, vagy, vagy Algaztát, vagy Szíriát, vagy Libanont, vagy Szomáliát, vagy mi, nem szá számít. Hát számít az, tehetnek valamit. Ezt még próbálják ezt az oroszokkal is csinálni, csak hogy egy kicsit nehezebb bár, mert nem csak arról van szó, hogy az oroszok még így is, hogy minden, mindenki levált, hát 17 millió négyzetkilométer. Még, még így is a világ legnagyobb ország, legnagyobb területő ország. És amellett azért ott maradt egy nagyon fejlett eh, tudós társaság, amely képes volt, míg Amerika el volt ezekkel a bizniszelő háborúkkal folyt, foglalva, ezek, ezek, kifejlesztettek az amerikai fegyvereket torony magasan túlszárnyaló olyan fegyver, és ezért tudták már meghirdetni azt, és hivatalos állami dokumentum, amiben az van benne, hogyha minket támadásért, mondjuk Romániában ott van már az amerikai rakéta Mond, vagy Lengyelország, ott is ott van, vagy, vagy Németországból. Mi nem fogunk arra válaszolni, mi szétlevjük Washingtonot, meg New Yorkot. Szóval, szóval oda, oda, mennek az orosz nem, nem Romániába. Úgyhogy, úgyhogy, és mondom, ez hivatalos állami dokumentumban van rögzítve, de menjünk tovább. Tehát itt azt mondja, hogy a tömegpszichológiát kell alkalmazni a gólyok, vagyis a nem zsidók ellenőrzésére, mert mondanom se kell, hogy ez a társaság, amelyiket megvitatta, ez zsidókból állt. És majd ezért kell nekem itt most önöknek elmondani, hogy miért fejlődött ki a zsidóságból egy olyan hatalom éhes és, és, és szinte, szinte fanatikusan a hatalomra törő részleg. Mi az ideológiája, mi hajtja? Nem azonos az egész zsidósággal, már, már, már Izraelese azonos. Mert már azzal is baja van. Ez, egy, ez onnan a zsidóságból fejlődött ki, de nem azonos vele. És az egy más dolog, hogy származásilag is lehet zsidó, de én most a hatalomról beszélek. És És itt arról van szó, hogy ez a hatalom, ez ma pontosan ezeket. A módszereket követi, de meg kell érteni, hogy ez hogyan jött létre, és most hol van, és kicsodák. Mert a kutatók ehhez eljutottak. Rengeteg kutató, mint, 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 mint szakember, mint specialista letett hatalmas információmennyiséget. De mihelyt a legjobb kutató is, a legjobb elemék. Elkezdik ezt a hatalmat konk konkretizálni, lebontva, konkrét szervezetekre, konkrét emberekre, konkrét személyekre, abban a pillanatban a legobjektívabb, a legnagyobb tudású kutató is konteos hülyének lesz átminősítve. Akkor ő már összeesküvési elméleteket gyártó olyan valaki, akinek a, a akik mellőzni kell, és akinek a munkássága az a szem lehet tudomásul venni. Tehát nem, tehát a, a tudósok ennek a lá, háttérhatalomnak, vagy államok felett tartalmak, vagy nem látható szervezet hálónak, ha be, beméri, megközelíti, és mi egy konkretizálja, kutatóból összeesküvés, de lesz. Ugye a konte az a konspirációs teóri, tehát elmélet. Onnan jön a konteó bet be, tehát becézés. Na most nézzük meg, hogy Mi volt a helyzet a, Azzal, mert őt azt is mondják, hogy azért kell a tömegpszichológiát alkalmazni a gólyok ellenőrzésére, mivel abszolút despotizmus nélkül senki sem uralkodhat hatékonyan. Tehát tisztában vannak vele, hogy minden uralom az despotizmus. Tehát valamiféle önkény. És szögezzük le, hogy ezért ilyen, hogy demokrácia soha se volt, és soha se lesz. Nincs. az káosz. A demokrácia káosz. Nincs demokrácia, nincs, és nem is lesz. Az egy más dolog, hogy az uralmi formák között vannak különbségek lehet így is uralkodni, és lehet úgy is uralkodni. Na már most, nézzük meg, hogy miért volt azért ebben valami jó abban az időben. Mert ugyanis abban az időben, bírőben, tehát amire már utaltam, elkezdtek beszélni arról, hogy ne legyél egy jogtalan, alávetett, gyakran megvetett alatvaló, hanem legyél öntudatos polgár, egy szítóaján legyél, akinek jogai van, emberi jogai vannak, és politikai szabadság jogai vannak. Igen, ám ez akkor még, ez jól hangzott. És ha megcsinálták volna, ez tulajdonképpen pozitív is lett volna, de látjuk, hogy akkor, amikor megcsinálják a emberi jogok és a politikai szabadságjogok deklarációját, elfogadják, akkor folyik a legnagyobb véregzés Franciaországban. Ó, tehát egy, egy, egy teljesen értelmetlen véregzés. Fölpakolnak hajóra, és a hajót elsüllyedték, meg ilyeneket csináltak. mert nem csak a zsíratin volt. Tehát a zsíratin is működött, persze. És nem csak Párizsban. Na most. Tehát akkoriban még, tehát a liberalizmusnak volt valami pozitív értelme. Mert ma a liberalizmus mit jelent? Ma pontosan azt jelenti, hogy az államok feletti senki által meg nem választott, felelősségre nem vonható hatalom gyakorlóknak, diktátoroknak, korlátlan lehetőségük van arra, hogy a többi ember szagadság jogaival visszaéljenek. Tehát ma a mai liberalizmus az a mások, az erőseknek a szabadsága, hogy a gyengéknek a szabadsága volt. Korlátlanul tudjanak visszaélni. Ez jelenti a liberalizmus. Na most azért, hogy ne legyen azért zavar, a demóben mondtam, ki jelentettem azt, hogy demokrácia nincs, nem volt, és nem is lesz. Ezt mondtam. De azért ezt egy kicsit árnyalni akarom. Mert magánérdek és közösségi érdek, az pedig mind, mindig volt. Na már most. A közösségi érdeket, mivel ott annak az érvényesítéséhez kényszert kell alkalmazni, ahhoz kell egy hatalom, az államhatalom. És ha én az állam ennek a közösségi diktatúrát gyakorló személyeknek a kiválasztásában, manipulált kiválasztásában részt tudok venni, akkor az azért nem teljesen, na ezt, nem, nevezik ma a demokráciának. De valójában, akit megválasztok, az fölöttem diktátor lesz. Mert az államhatalom révén nekem parancsol, és, és én mit tudok vele, vele szemben tenni? Nem sokat. Nem sokat. Tehát tulajdonképpen a közösségi érdek érvényesítése és a rend megtartása valami, persze diktatúra és diktatúra között is óriási különbség van, de, de, de az a elgondolás, amit Görögországban ki is próbáltak, hát, hát, hát rengeteg körül, dörő, nem csak Arisztoteles meg Pláton, hanem mások is. Nem működik, mert a demokrácia mindjárt átalakul egy tekintélyedmúlmi, tekintélyuralmi autokratív rendszer és diktatúrába. Szükségszerűen. Mert az erősebb az, az mindig kiszorítja. A gyengébet több jog meg, megszerezzi a közösségi kényszer lehetőségét, és kész, és, és, már vége van a demokráciának. Tehát ott ezt sokszor kipróbálták, a görögök, és nem működött. És itt sem működik, itt csak azt mondhatjuk, hogy mi a jobb. Hát természetesen jobb az, ha olyan, olyan kényszer gyakorlók kezébe van az államhatalom a közösségi érdek érvényesítésére, akik tényleg a közösségi érdeket tartják szem elől, nem pedig az egyéni meggazdagodásokat, vagy a egyéni haszokat, vagy a szóval mindent, ami, ami valami más. Na már most én ezt most ugye a látható, a látható világról mondtam. De mindig hangsúlyozom, hogy a, a, a politikai élet látható színpadán, színpada alatt, vagy színpada mögött, vagy fölött, mindegy. Ott van a nem látható. És a, ott van az igazi hatalom. A látható az mindig már csak a második sor. Na menjünk tovább még mit mondott ez a Mayer Amsel? Azt mondta, hogy az ifjúság, ez a nyolcas pont, az ifjúság korumpálására alkalmazni kell ügynökségeket, az alkoholfogyasztás, a kábítószerek fogyasztás, az erkölcsi és a roml romlottság minden formájára az elősegítésére. Na most nézzük meg, hogy hát azért hogy is volt? Mi is volt? Hát sz szétverték például a népi kultúrát, a népi zenét. Hozták el ezt a, ezt a tömeg konfekció zenét. Én engedjék meg, hogy muzsikusként is erről szóljak, mert én eredetileg konzervatóriumot végeztem, cselistaként és de -e növendéke voltam. Tehát én tudom, hogy micsoda moslék ez az egész. Az, moslék. Ez nem jelenti, hogy, a, hogy nincs benne egy, egy nagyon kevés érték is. Van. Ma, ma, ma már van. De, de szétverték, vagy pedig rákényszerítették az, az azt a zenét, amely ki, Bachtól indult, és és eljutott a 20. tulajdonképpen ennek a folyamatnak már csak bartók és kodája a végpontja, mert utána, ami már jött, a moder, a po, ez a modern, de utána, ami jött a posztmodern, meg a postpostmodern, meg a poszt posztmodern, -post -post ahol már az ének, egy egy Puccini vagy egy Verdi vagy egy Wagner. Az ének rapper lesz, rapper lesz És mit énekel a rapper? Na, olvassuk a szövegét. Hát ez lett belőle. Tehát, tehát és természetesen ezt kombinálták mesterségesen. Kábítószerrel, és eleve a kábítószer az egy külön néhány mondatot megérdemel. Az a legaljasabb bizniszről van szó. Mert ugyanis rengeteg olyan műveleteket hajt végre, a, a, ugye ez a titkos szervezetek, amelyekről amelyek ennek a nem látható hatalomnak. Ugyan látszik, hogy van egy szik, MI, MI fáj, KBB, CIA, B, stb. Hát tudjuk, de hogy mit csinálnak, azt nem tudjuk. Hát, tehát, tehát végeledményben átláthatatlanok. Tehát a nem látható alatalomnak egy nagyon fontos erőszak szervezete, mert ezek a titkos szervezetek szorosan együttműködnek. És ezért nekem nagyon sokáig tartott, amíg megértettem. Például 56-ban ott voltam egyettem is, mindent végigcsináltam. Végül elvittek megbilincselve a, a pufajkások az egyetemről utolsónak, mert ott, ott, maradtam sok éte, ezt, nem ezt mondom el. De sokáig tartottam, amíg rájöttem, hogy egy valójában egy color revolution, egy színes forradalom volt hogy azt hogy szervezték meg, a szovjet titkosszolgálat, az, az, az brit szolgálat és az amerikai titkosszolgálat hogyan szervezték meg, hogy mi, hogy mi fiatalok most lázadjunk. És mi, milyen célokat szolgáltunk a Sueznél, és milyen célokat e, szolgáltunk szovjet vonatkozásban. Mert őnek meg azt kellett, hogy legyen nekik már fasizták, mert akkor ki kell bunulnunk, mert úgy szólt a békeszerződés, hogy, mert ugye az osztrák békeszerződést, amit megkötöttek 1955-ben, az azt mondta, hogy kimentek Ausztriában, és kimentek Magyarországon. Mert Magyarországon csak azon a címen voltak orosz hadosztályok, vagy szovjet hadosztályok, hogy csak így lehetett lényegében hát ellátni az Ausztriát jogosan megszálló szovjet hadosztályokat. Na most gyorsan lóhalálába, napok alatt összehozták a Varsói Szerződést, és utána már a Varsói Szerződés alapján maradtak itt a szovjet hadosztályok, de ennek kellett egy ideológiai, támaszt is találni, és ez az volt, hogy itt, mert beleírták a Varsói Szerződésbe, hogy ahol fasiszta veszély áll fenn, ott a közösség, mármint a Varsói Szerződés, ott, ott helyreállítja a rendet. Hát olyan szükségük volt az oroszoknak és a fasistákra, mint amilyen szükségük volt, a Frank Winsler által és a turkultábornok tábornok által vezetett titkos csoportoknak, és be voltak épülve Magyarországon. Csak ez a Turkul eltolta, hogy túl hamaradtak ki a parancsot, és túl hamar nyitották ki, 4 órakor, az, nem Budapesten, az egész országban. A fegyverraktárakat. És csak annak nem volt fegyvere. Annak, hogy jó nagy balé legyen, mert arra volt szükség. Hát milyen hosszú élet kellett arra, amíg én ezt tudtam rakni. És még több munka kell hozzá, hogy amit én összetudtam rakni, ezt meggyőzően tudjam bizonyítani még. Mert ez még egy nagy munka. De megfejtettem, és én 56-os vagyok magam is. Hát ott voltam az egyetemen, ott aludtam a földön, a, a, a nemzetközi jogi tanulmány, azóta élelem raktár, Az volt rám bízva. De ezt itt most befejeztem. Tehát megyünk tovább. Hogy lényegében egy óriási aljas biznisz folyik a kábítószerekkel. Mi a biznisz lényeg? Három mondat be elmondom. A biznisz lényege az, hogy, hogy legyenek olyan fogyasztói rétegek, legyen olyan igény, amely fizetőképes. Tehát elsősorban a jó módú országokban ki kell alakítani először úgyhogy hogy ingyen adjuk a keresletet. Utána meg kell szervezni, ahol ezt előállítják. Dél-Amerikában az egyik terület, de az igazi terület, az ugye három szög volt, ott Burma, Kína, stb. És, és utána pedig Afganisztán. Mit kellett utána csinálni? Utána el kellett érni, hogy amikor már volt elég fogyasztó, hogy elkezdje keményen üldözni az állam a kábítószer kereskedelmet és fogyasztást. Erre miért volt szükség? Azért volt szükség, mert pénz kellett. És, és akkor volt ára ennek az értéktelen dolognak, mert értéktelen, olcsó. És akkor lehetett belőle kemény árut csinálni, ami jó drága, ha az állam üldözi. És akkor nem baj, hogy a kis izé utcai izé kereskedőkül. Ez egyáltalán nem baj. Főleg Amerikában abszolút nem baj. És itt szükség is van rá, mert kialakult egy olyan biznisz is, hogy meg kell számú ember, például kábítószer és más börtönbe legyen. Főleg színes bőrűek és ezek vállalatokba bérél dolgoznak, valójában rabszolgák. Rabszolgák. És az Egyesült Államok ma az az ország, ahol a népesség arányához képest a legtöbb ember van börtönbe, mert dolgoznak, mint rabszolgák. Helyen visszatudt ez a hatalom, vissza tudta hozni a rabszolgaságot. Csak úgy És én ezt nem szívesen mondom. Én amerikai állampolgár is vagyok. És ezért lettem amerikai állampolgár, mert én nagyon szerettem, valójában ma is szeretem. De nem a, a politikai rendszer, azt már nem. De akiket én amerikaiakat megértettem, az egyetemeiket, amelyekkel én megismerkedtem. New York University-re jártam. De szóval, Szeretem őket, na, szeretem Amerikát. Ott akartam élni, hát, házat vettem ott. Már eladtam, persze. De, de de az igazat akkor is meg kell mondani. E, és ez igazság az, hogy ilyen szörnyűségek vannak, és, és, ez, és még az, az igazi szörnyűségeket nem mondtam el. Még, még egy szót sem szóltam róla. Azok már jönnek. Önök meg maradnak. Már aki marad. Úgyhogy menjünk tovább. Azt mondja, minden eszközzel magunkhoz kell ragadni a tulajdont, hogy biztosítsuk magunk számára az engedelmességet és a szuverenitást, mert csak ha nálunk van a vagyon, ez így lehetséges. És nézzük csak meg, hogy hogy is áll a világ viszonya. Hát erre is csak egy példát mondok. Ugye mindig minden ponthoz mondok valami konkrétat, mert így jobban lehet érteni, hogy mi is van oda leírva. Hát például ez a rocsi család, amelynek a alapítója. Ez szírta, ugye, öt fia volt, ugye, a, 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 aki az ő nevét is élte, a Ramzel, az maradt farmfúgba, de annak nem volt tag gyerekei. De a Nátám az ment Angliába, a legsikeresebb volt, a James Párizsba az is sikerült. Solomon, Solomon, nagyon fontos ment Bécsbe, és az ő unokája volt, a Hitler. Hogyan? Ezt is majd elmondom. Az ő unokája volt, a, a Hitler az ő unokája volt. Mert ugyanis Szolomon az volt a szokása, hogy a, a házi személyzettel élt nem életet. És a kis húsz éves vidéki lány, Sikül Grobert, hát hogy mondják, felcsinálta. És, és az visszament a falujába. És megszült egy gyereket, aki mikor felnőtt, vám, vám, vám lett belőle. Tehát nem magas rangú, de, de vám tisztviselő mondjuk így. Az lett belőle, és ő neki volt több, vagyis több felesége, és, és azt hiszem a második vagy a harmadik feleségtől volt négy gyereke, az egyik közülről. De most hogy lett, a Sigül? Hát a Sigül aki, akinek viszonya volt a Szolomon rothschild az férjezvent ment egy Hitlerhez. A Hitlert írták, és akkor a, a, a fia, aki akik volt, az is Hitlered, de végül is nála Valahogy elírták, tehát hitler hét, a D helyett T-t Így született meg a Hitler név. És ennek volt a, az egyik gyermeke az Adolf. Így. Tehát így van neki. És amikor ezt ugye össze, 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 az osztrák kancellár, ugye? E, e, és, a teljes anyagot átadta a Gestaponak. A gestapó párikba esett. Egy hónapig ültek rajta. De végül csak eljutott Hitlerhez. És akkor megjelentek a megjelentek a, a, Hitler emberei, és az osztrák kancellárt a saját hivatalába leülötték. Na, ez, ez, ez ennek a tört. Na de menjünk, menjünk tovább, mert itt eh, nagyon érdekes dologról van szó, azt mondja. Elő kell segíteni a háború kitörését, és ellenőriznünk kell a békekonferenciákat, hogy egyik oldal, egyik oldal se jusson nyereségekhez, és így fokozzuk, az eladósodás, eladósodottságunkat magunk iránt. Vagyis mind a, mind a kétféle, az ő kölcsönek alapján nekik fizesse a hatalmas kabatokat, meg, meg egyéb pénzeket. A, a további pont. Olyan jelölteket kell kiválasztanunk az állami tisztségekre, akik szervilisen és engedelmeskednek edgedelmesen teljesítik a mi Tovább. A sajtót propaganda célokra kell át, átállítani. Tehát nem az, hogy tájékoztasson, hanem mi propagandákat. Azt szóval, el kell hitetni a tömegekkel, hogy bűnözők áldozatai, majd helyre kell állítani a rendet, megmentőknek tüntetni fel magunkat. Végig egyben. Ezt ugye pénzügyi pánikot kell előidézni, és az énséget a tömegek ellenőrzésére kell használni. Hát a francia forradalomnál azt történt, hogy az elő, előzőben az összes gabonát felvették, fölvesárolták, ami ment volna és raktárban, és eltüntették. És a következőben nem volt kaja. És, és ki volt érte a felelős? Mária Antoinette. Meg, 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 16. Lajos, mert a Mária, és mert a Mimien is a Mária aki. Hát azt mondja, hogy ha nincs kegyér, egyedek kalácsot. Na jó. Hát de már regényeiből se, tudjuk. Na, de valamire még azért visszatérek. Ami egy nagyon lényeges dolog. Az, hogy ma, ha megnézzük az internetet, és, és mondjuk arra rákérdezünk, hogy a Rothschild családnak mennyi vagyona van. Nem, nem lehet találni. Semmilyen, semmilyen adat nincs erről. De én fogtam magam, és én írtam a Rothschild családnak egy levelet. És akár hiszik, akár nem, választ kaptam. Egy nagyon udvarias választ. És abban az volt, hogy pénzügyi kérdésekre sehol semmikor nem adnak választ. De ha, de ha az ilyen és ilyen csodálatos festményeket meg akarom nézni, arra ekkor és ekkor van lehetőség itt is. Ezt a választ kaptam. Na már most, igen ám, de vannak matematikus közgazdászok. És a matematikus közgazdászok abból kiindul, hogy amikor még lehetett ismerni az adatokat, és tudták, hogy egyes országokban hogyan növekedett a termés, akkor ők ezekből a, nem csak ennyi, én csak most mondtam egy pár, de egy sor egyéb össze egyszerűen megbecsülték, és számításokkal alátámasztották. És kihozták, hogy mennyi vagyona van a Rothschild háznak. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy elég, elég nem is tudom, hogy mit mondjak rá, mert elég nagy a különbség a végeredmény között. Az egyik közgazdász, matematikus, közgazdászok így számolták ki, a másik úgy számoltak ki. Lényeg, hogy az egyik 400 trillió dollárt hozott ki, e, egy trilliót angolul mondtam, vagyis egy trillió ezer milliárd. Ne legyen tévedés. A másik csoport pedig 100 trilliónak hoztak, ki, és volt egy pár köztes. Na de, Maradjunk a száz trillió, vegyük a legkisebbet. A legkisebbet. Száz trillió dollár. Na most, hol van ez a száz trillió dollár? Hát azt lehet mondani, hogy a világon van nemzetközi vállalat, 56 ezernél is nem. És azok kívül van, globális bank, több mint száz, de van 100, 150 körül. És ha ezeken végig megyünk, tehát egyrészt a globális vállalatok azok között nagyon nagyon kis vannak. Olyan nagyok is vannak, hogy egy vállalatnak nagyobb a nemzeti, nem, nem, rosszul mondom. nagyobb az évi jövedelme és összterméke, mint egész Magyarország, mint a magyar GDP, a magyar nemzeti össztermék. Nagyobb. Egy vállalaté. ezeknek a vállalatoknak az értékpapírjai és a túl ezek mind, mind mennek és kikötnek, nem egyedül a rocsildoknál, körülbelül 300 ilyen szuper gazdag bankár családnál kötnek ki. Na most maradjunk még a rocsidoknál. Ők csináltak egy óriási találmányt, hogy hogy kell ezt a vagyont kézben tartani. Ők azt találták ki, hogy csináltak egy családi alapítványt. Na már most. A családi alapítvány az nem öröklődik arról nem készül hagyatéki lertár. Azután nem fizetnek örökösödési adót, stb. stb. Minden alól ki van vonva, és az történik, hogy az évi hozamát a mindenkori családfő, ki a családfő, a londoni háznak az első szülött fia, aki egyben Lordi címet is vitt el. Losz. Már Lord. Most azt hiszem az ötödik Lord jön. Illetve az a. És, és ő ossza el a hozamot, hát a, mondjuk így, hogy a családi alkotmány szerint, mert abban benne van a rokonsági fog, ki, szóval mindenféle benne van. Kész. Az ő döntése ellen nem lehet fellebbezni. Ha valaki kevesli, amit kapott, akkor azzal büntetik, hogy nem kap semmit, és azt a pénzt, ami járt neki, azt ott a él, ott ahol él, jótékonysági célokra szét kell osztogatni. De van olyan is, most már három, aki ezért, meg azért nem felelt meg a családi alkotmánynak és családi. És azokat megfojtották. Megfojtották. Főle, persze állt száz szegény, ezért öngyilkos lett a törülközőjével. Szóval, azt megölték. Maradjunk ennyibe. Szóval ennyit a rocsid vagyonról. És a többiről is lehetne hasonló történeteket mondani, de ezt most mellőzöm. Azt mondja, tehát ott tartottunk, hogy pánikot és énséget kell előedje. Ezt megcsinálták ugye a francia forradalmnál. Aztán 15-ös, be kell hatolni a szabadkövességbe, kihasználva a granorient pályókat, és valódi tevékenységüket álcázva azt jótékonyskodásnak kell feltüntetni. Terjeszteni kell az ateista, materialista ideológiát a a körében. Na most itt azt kell tudni a szabadkönyvességről, hát, hogy mi mindent kell tudni, ami amiről legalább százezer kötet van. Én azt én most nem mondom el, mert én magam se olvastam százezer kötet, de néhányat elolvastam. És főleg mert eleve a szabadkövességnél el kell mondani, például ha az ember az irodalmat keresi, hogy azok különfélek, mert vannak olyan szabadkönyvességről szóló komoly írások, amelyeket nem szabadkönyvesek írnak, szabadkönyvesekről, amit ők így vagy úgy vagy, mégis mégiscsak kikutattak. Aztán vannak olyanok, amiket a szabadkönyvesek a szabadkönyveseknek írnak. Aztán vannak olyanok, amit a szabadkönyvesek a nem szabadkönyveseknek írnak. Tehát nagyobb meg kell választani, ha én igaz ismereteket akarok tudni a szabadkönyvesekről. Például azt, hogy Magyarországon ma egyetlen párt sem működik. Most a kicsiket most én izékről a, 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 beszélek, a parlament, a, amelyben ne lenne hatékonyan beépülve a szabadkövesség. A magyar, a magyar szabadkövesség ma virágzik. Csúcsán van. Csúcsra van járatva. Az a szerencsénk, hát szerencsénk, némileg, az, hogy Újból van Nemzeti Szabadkömvesség. De ez majdnem fából vaskaruka, mert ugye a, a szabadkömvesség az kettős természetű. Egyrészt egy ö, ö, sz, ö, sz, szekta jellegű, gnosztikus vallás. Másrészt pedig titkos politikai társaság. És mindegyik az, kivétel nélkül. És még egyszer mondom, ma nincs parlamenti párt, amelyben ne lenne maximálisan beépülve a szabadkövesség. Ezt én kijelentem. M menjünk tovább még, amit a szabadkövesség. Ugye a, a muszáj valamit a vallásokról mondanom, ha megengedik, muszáj a vallásokról is valamit mondanom. Hogy meg lehessen érteni a szabadkönyvességet. Mert a szabadkönyvesség visszanyúl, hát egy gnosztikus jellegű szekta, tehát visszanyúl a gnoszticizmus. A gnoszticizmus az pedig a, a a perzsáknak volt a, a, a vallása. Ugye az, az ókorban a perzsák előtt voltak a babilóniek, azok előtt az asszíriaiak. Az asszíriaiak válása azért rettenetesen fontos, mert ők voltak a akik a démonológiát csinálták, ami ma sát, ma, ma, sát, az is van, úgy hívják ma, hogy sátánizmus, ez egy vallás. És, és, gyakorolták az ember és a gyerek áldozatot. Na most, és a ráolvasás, meg minden. És, és, és azok, akik ezt a vallást gyakorolták részben, ugye, mert ez a terület Mezopotámia, ahol, tehát Asszíria, aztán Babilónia, aztán Perzsa, aztán a görögök, aztán a görög-római, aztán a római birodalom, aztán mikor felblomlott Nyugat-Róma, aztán Kelet-Róma, ami Bizánc, stb. Na már most egy, csak most egyelőre csak annyit akarok mondani, mert nagyon fontos, nekünk is, hogy egy, egy bizonyos Nép, amely ott fogságba ért, átkelt, fölült a hajóra, és fölhajózott a Káspi-tengeren, amelyikbe beleömlik a Volga. És a Volga tolkolata mellett alapított egy államot. Ez az állam működött. És aztán, amikor még különböző gyarapodások történtek, bevándorlások, és olyan politikai helyzet alakult ki, ez az állam, amelynek azóta neve hogy Kazária, ez 850 körül hivatalos vallását tette ezt a bizonyos vallást. És az ott élt, Tovább, egészen amíg a környék föl nem lázadt, és nem mondták azt, hogy most van már három nagy vallás, van ugye a kereszténység, ott volt Kijevírus, van most már az iszlám, és ugye az 620-tól És akkor mind a kettő egy vallásból származik, a zsidó vallásból. Na azt vegyétek föl, és ez meg is történik, mondtam, 850 körül, és ez lett Kazária, ami azért, most csak annyit mondok, hogy Köszler Artúr Budapesten magyar író, Bécsben német író, vagy osztrák író, Párizsban francia író, Londonban angol író, úgy halt meg angol íróként, és angol nyelven írta a 13. törzs című könyvét, A Történet Tribe. Ebben megírja ezt a történetet, és igyekszik, nagyon sok munkát tehetett bele, ezt bizonyítani. Ezt most csak azért hagyom abba, mert mindjárt majd meg lesz az oka, hogy ezt miért mondtam el. Most azt mondom, hogy a groszticizmus az, már nem ez a asszírok által gyakorolt vázi, ez már egy, az már egy Babilonban már változott, és a perzsáknál alakult ki, de nagy részt átvették, a, 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 görögök is átvették, és ez egy nagyon erős vallási áramlat volt, amely végül is Dél-Franciaországba hozta ki a, a a, a, különböző vallásokat, hugenottákat említem, nyolc, legalább nyolcat tudnék, most csak a hugenottákat említem, akik, akik lényegében vitték tovább a, ezt a gnoszticizmust, és lettek a protestantizmusnak valamilyen módon a megalapítói. Na most azok, akik már az ókorban is ezeket a gnosztikus nézeteket gyakorolták, hát ez, például ilyenek voltak a templomosok. De a templomosok, azok a francia, bocsánat, a velencei köztársaságban a pénzügyeket kézben tartó, ma a háttérhatalmat gyakorló közösségnek voltak alárendelve. Azok irányították őket. Európa leggazdagabb. Aztán ők közülük, ugye a templomosokat Ötödik szép fülő Franciaországban, ugye, hát szétverte a jelentős részük átmenekült. Skóciában, mert volt egy szigetük, és ugye a vezetőjük Jacques de Molay, aki, akit már elégettek, péntek 13. Na és ezért, aki New Yorkba megy, ha megy valaki New Yorkba, menjen be egy házba, vagy akármennyi házba menjen be. Nem lesz 13. emelet. Ez Jacques de Molay mellett van. 12 van, és utána mindig a 14 jön. És sehol nincs 13. emelet. New York. Ez így működik. Ezt csak mondom, ha valaki ebbe kételkedik, akkor ennek nyugodtan utána leszhet. De menjünk tovább. Szóval, amikor amikor elég erősek lettek, ez a bizonyos háttérhatalom csapatnak beindította a szabadkövességet. Mert ez a háttérhatalom, ez a tényleg nagyon röviden úgy alakult ki, hogy volt a levantei térségben Két kis állam, délen és északon Izrael. Ennek a lakosságát elő, először az Asszíriák elvitték fogságba, aztán később a babilonek meg elvitték a júdeveket. Az Asszíriaiakról beszéltem, akik átmennek a Káspi-tengerem. A júdiaiak másképp csinálták volt közte körülbelül majdnem száz év. Ők nem voltak hajlandók beolvadni, megtartották a közösségeiket, és és egy kedvező helyzetben még jó kézművesek voltak, jó kereskedők. Később rájöttek azok, tudnak adót szedni, tudnak a pénzzel bánni. Rájuk bízták. És olyan helyzetbe kerültek, hogy amikor Babilóniába azt mondta az uralkodó, hogy hazamehettek megengedem nektek, hogy mind menjete. Nem ment az csak egy kisebbség, mert nagyon jól érezte magát külföldön. És így jön létre ennek a közösségnek a diaszporája. És ez a, a, a diaszpora, ez mindig más-más országokban élt, de ahol már a diaszporának három tagja ment, az már, az már, egy állam volt, mert meg volt törvényük, ami sokáig az szóbeli törvény volt, ami megint egy megtévesztő, mert a szóbeli törvény le volt írva. Hát az, csak azért volt szóbeli, mert csak a Tórát tekintették írott törvénynek, mert azt állítólag a sínai hegyen Mózesnak maga Jahve Írta le. Na de ezt senki nem látta. Leírta vagy nem írta? Persze a, a papok ragaszkodtak hozzá. Na de ezt tekintették a Tórát, vagyis amiben benne van, benne van a Bibliában Mózes öt könyve, ezt tekintették a Szentkönyvnek, amit Jáhve adott. De ha elolvassa, ott Jákve megjelenik, mint egy gonosz, bosszúálló, vérengző Isten. Aki nem, a, akinek van bibliája, olvassa el a, a, Tórát. Az Mózes öt könyve az a Tóra. Na de volt az, ami, amit ugye én szerintem a Tórát és a papok írták, de volt egy olyan, tehát nem jákve lejött a, és megírta neki, nem. De most a másik pedig volt az azok, amely, amik azok, akikből később a rabbik lettek, azok is írtak, azok is mondták, és ez gyűlt, 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 gyűlt egészen addig, amíg, tehát Jézus után, tehát már van kereszténység, elkezdték ezt is leírni. Ebből lett a Talmud, amely ma én láttam Németországba egy Talmudot, a teljes, azt mondták, hogy a teljes Talmud, de hát mindig minden rabbi nemzedék ír hozzá, de az 70 kötet volt. De van, van 10 kötetes Talmud is, van két ilyen nekem, nekem német nyelven van egy ilyen két kötetes és és én azt néztem na most hogy világos legyen a szabadkönyvességről szabad beszélek. Tehát a szabadkönyvességet ez a kifejlődött és nagyon erős és Nemzetközi kapcsolat, de egy nagyon ápoló közösség kifejlesztett saját kultúrát, ami le is lett írva a Talmudba. És a Talmudnak a, 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 a lényegé, ha 70, 70 kötet lényegét két pontatba kell megmondani, az annyi, hogy az emberek úgy különböznek, hogy vannak az emberek, és vannak, akik az emberekre hasonlítanak, de nem emberek. Ez az egyik kiinduló tétele. Természetesen, akik emberek, azok Jahve teremtményei, illetve Jahve az Istenük, és Természetesen Jákve a, a kiválaszt, ki, a, a, a őket választotta ki, kiválasztott népnek. Ők a kiválasztott nép, és mindenki más nem kiválasztott nép. Ebből következik, hogy megkülönböztetik magukat, és utána egyenlő, egyenlőtlen mércét alkalmaznak, és ez. Ez, ez, ma Izraelnek az alkotmánya, mert, mert nincs alkotmánya, Izraelnek a Talmud az alkotmánya. Ami, csak mondok rá egy példát, hogy hogy, hogy érvényesül ez a szabály például. Például, hogyha egy Izrael vissza akar, aki nem, tehát, hogy is mondjam, egy, egy, egy a judaizmus vallását követő személy Argentinában le akar telepedni Izraelbe, ő hazatér. És azonnal le is, te, persze igazolnia kell, hogy, hogy a, juda, a judaizmust, mint vallást követő közösség tagja. Ha pedig egy palesztinok ott született, de a különböző harcok alatt elkerült mondjuk Egyiptomba. Vagy, vagy csak tanul ment el valamelyik másik országba, az nem térhet vissza. Még nagyon bonyolult eljárás után is csak híbe korba van olyan, hogy visszatérhet. vagyis érvényesül a Talmud szabálya, hogy itt vannak emberek, meg vannak emberhez hasonló, hasonlító nem emberek, kész. Ezzel, egy, ezzel elmondta a Talmudnak mondjuk a legalapvetőbb szabályát, még sok, sok egyéb alapvető szabálya van, mert ilyen is van ugye, hogy mindazt, amit a közösség tagjai egymással szemben nem tehetnek meg, azt mindent meg lehet tenni, a közösséghez nem tartozó, emberhez hasonlító nem emberekkel. Na most ebbe az, az is beletartozik, hogy a a mérce révén, ugye, például lehet hazudni nekik. Nem lehet hazudni, Egymásnak, de a, 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 a gólynak, annak korlátlanul lehet hazudni. A, a, a gólynő, az korlátlanul, me, a, stb. Nem mondom. Am, tehát, tehát egy nagyon durva kettős mérce érvényesül, mert miközben a közösségre érvényesül az aranyszabály, az aranyszabályt azt mindenki tudja, én csak megemlítem, hogy az aranyszabály úgy szól, hogy úgy szeresd magadat, mint felebarátodat, és csak azt tedd neki, amit elvársz a felebarátodtól, hogy ő tegyen veled. Ez az aranyszabály. Két része van. Ez hmm. nagyon szigorú szabály, a zsidó közösségek között. Ez benne van a Tórában, a Mózes öt könyvében benne van. Ez, amit most mondtam. De ha jól meggondoljuk, itt arról van szó, hogy a zsidó, a, a zsidót kell, hogy így szeresse. A, aki nem, a, azt nem. Jézus ezen óriásit változtatott. Mert a Jézus azt mondta, hogy szerezd fele vale mint őd megadat, de a világon élő összes ember a te fele barátod. Tehát, és a világon élő összes embere, mert ugyanis Jézusnak az istene, az a szeretetnek az istene volt. Ez, ez, nem, ez nem azonos jákve vérengző bosszú álló. Istenve, aki aki nem hiszi, hogy a jákve véregző bosszálló, olvasson bele az, az ó testamentumbát. Nem, nem kell sokat elolvasni. 15-20 oldal elég, és már látni fogja. Tehát mindezt azért mondtam el, mert ilyen megalapozottsággal ez a közösség már, jó, már olyan erős volt, hogy amikor Ferdinánd és Isabella spanyol uralkodók társuralkodók voltak, és Kastilia és Aragónia egyesült, és elfoglalják a kordovai kalifátost, akkor látták, hogy szinte minden a teljes vezetőréteg a zsidó. És akkor Ferdinánd és Izabella azt mondta nekik, hogy legyetek katolikusok, és akkor minden vagyonotokat, minden pozíciókat meg tudjátok tartani. Vagy ha nem, ha nem tudtok, ha nem tudtok katolikusok lenni, vagy nem akartok, akkor most már volt, négy spanyol alkirályság, ugye volt a mexikói, akkor a új Spanyolország, akkor a Peru, akkor a La Plata, stb. Menjetek ora! Vagy menjetek az akkor Spanyolországhoz tartozó Németalföldre, az a mai Beneluxok, az volt Németalföld. Vagy menjetek Törökországba. Ugye Törökországban ott volt Szalonika, ami ma Tessaloniki, ugye? És ott kialakult egy nagyon erős zsidó közösség, a Dönmek, amiből egyébként származik a Nikol, aki francia elnök volt, Nikolas Sárkozi. Igen, mert nekem úgy van bennem, hogy szarkozi. Hát mindegy. De hát sárközi. Magyarul sárközi. De nem, de hát franciák szarkozinek mondják. Tehát ezért egy kicsit elakadta. <coughs> Na jó, ö, 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 anyai ágról onnan Nem, nem, nem. apajágról. Na, mindegy. Nem, mégiscsak anyai ökről. Igen, jó, mert egyszerűen magyar volt az apja. Az apja magyar volt. A mama volt egy, 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 egy dönbekből, tehát Thessalonikából, Franciaországba kérdezett orvosnak a lánya volt az anyja. De egy magyar apja volt, az most a, a Nikolasz Sárköziről beszéltem. Na, megyünk tovább. Szóval itt arról van szó, amit meg kell nagyon jegyeznünk, hogy amikor elindult ez a közösség, és világhatalomra jutott, mert most világhatalmom van, akkor ez, ez a közösség ezekből, a, tehát az Asszíriából, Babilomból, Perzsiából, a hellenisztikus görög birodalomból, római birodalomból jött. És ez a közösség az, amelyik lényegében az iszlám világban is erősen vezetőrök. Csak egy példát mondok. Például Törökországban egy iszlám ország volt. Egyetlen egyszer nem volt olyan pénzügyminiszter, egyetlen egyszer se, aki ne, le, ne zsidó lett volna. Az összes pénzügyminisztere az zsidó volt. Na most azért valamit kell mondani erről a dönmek közösségről, amely Izébe alakult ki, amely, amely, tehát Szalonikába, akkor Szalonika, ma Thesszaloniki. Tehát amikor Ferdinánd és Izabella felszólítására nagyon sokan ezeket szefár zsidóknak remélye, átköltöztek Törökországba, ott megalakult egy, egy olyan közösség, amely, amely erősen vallásos volt, de a zsidó misztit, tehát nem azt követte, ami addig le volt írva a Tórába, meg le volt írva az addigi Talmudba, hanem egy teljesen más, misztikus irányzatot követett a kabalát. Na, most itt megint kell valamit beszélni, hogy megértsük, miért kell erről beszélni, és ezzel tölteni az időt. Mert ezek kabalisták. Ha én nem ismerem a kabalát, nem tudom, hogy fog, gond, hogy fog dönteni, például, hogy lesz-e háború majd oroszok és ukránok között. Ez így függ össze. Ezért kell ezzel foglalkozni. Mert mi, miért érdekelne engem, hogy mi van a kabala? nem érdekel. Ezért érdekel. Na de hogy jött össze az a kabala? Hát azért az úgy jött össze, hogy ahogy fejlődött az Európában a fehér faj. Jó, most ez racizmus. De mi fehér emberek vagyunk. Ez egy ez egy sikeres emberfaj volt. És ahogy, 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 ez fejlődött, és ugye két nagy oszlop volt ott, az, az a görög tudományos gondolkodás, és a másik pedig a kereszténység. A kereszténység, mint erkölcsi rend, mint erkölcsi norma. És, tehát egy, ez a, és ezt valahogy össze kellett egyeztetni. És, és a kereszténységnek is idomulnia kellett valamilyen módon azokhoz az ismeretekhez, amelyek egy, egyre inkább gyarapodtak. És ezért felmerült annak a szükségessége, hogy ezt az integrációt elvégezze valaki, és többen megpróbálták. És meg kell, hogy mondan, mondjam, hogy a katolikus egyházban Akvinói Szent Tamás ezt a rettenetesen nagy feladatot sikeresen megoldotta. Például a Kuzánus, akit én már említettem, aki nekem a kedvenc német filozófusom, az nem tudta megoldani. De attól hogy még egy nagy filozófus, de ő nem tudta meg. De az Akvinói Szent Tamás meg tudta oldani. Ebből lett a tomizmus, amely több mint 500 éven át a, 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 a katolikus egyháznak a hivatalos ő, vallás volt. Na de, hogy jönnek ebbe a zsidók? Hát úgy jönnek bele, hogy a zsidóságnál is fölmerült az igény, hogy, hogy a torád, de most főleg már a talmudot, tessék modernizálni és valamilyen módon összhangba hozni, a görögök tudományos gondolkodásmódjával. És az azóta megszületett rengeteg ismeretanyaggal. És ennek a zsidók is neki fogtak. És a legsikeresebb volt egy spanyol zsidó orvos, rabbi és szupertudós, mert én, én a stágbírok Megyünk, megnéztem a munkáit. Végig elképesztő, hogy mit, mit tett le az asztalra. Úgy hívták, hogy Majmonidész. Nem tudom, ki a szakját. Ez a Majmonidész ezt a munkát elvégezte. Csak hogy a zsidóság ezt nem fogadta el. És annyira nem fogadta el, hogy elűzték, és neki Spanyolországból el kellett menekülnie Egyiptomba, ott halt meg. Utána jött egy másik zsidó orvos és rabbi, ugyanúgy óriási tudással. Ezt úgy hívták, hogy Nachmanidész. És ez a Nachmanidész látta, hogy milyen kudarcot vallott a Majmonidész, egy másodat választott. Ő tulajdonképpen egy misz, me, e, 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 tehát megírt, kidolgozott egy zsidó misztikát, amelynek más volt az értelme, hogy szférák vannak, és valójában a zsidóság a kozmoszból érkezett a, a Földre. A, 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 a sok szféra meg minden, most hát ez egy kül, egy, egy életet el lehet tölteni a, 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 a kabalizmussal, mert annyira ki van dolgozva. Ez a zsidó-miszticizmus. És ezt a zsidó-miszticizmust vette át a Dönbech. Na ez miért érdekes? Hát azért, mert a Dönbechben volt egy Szabadtai Cévi nevű. Rabbi, aki, a, aki egyenesen azt mondta, hogy ő a messiás. Hát ő, ő, ő jött a a, a, a a szférákból, és ő a messiás. És rengeteg követő, több mint 40 ezer követője volt. És akkor a szultán letartóztatta. És akkor megkérdezte tőle, hogy, hogy te vagy a messiás. Mire azt mondta, hát hogy? Hát én vagyok a messiás. És akkor szóltál hogy jó, ha, ha te ragaszkodsz ez a hülyeséghez, akkor én holnap lefejeztetlek. Kész. És aztán visszaküldte a börtönbe. De megüzente neki, hogyha meggondolja magát, akkor ö, meg, ak meg akkor nem fogja kivégezni. És a, egy pár napi gondolkodás után, a szabatai cévi üzent az orvossal a szultának, hogy meggondolta magát. És akkor közölte a szulta, szultán, hogy ő mégse, ő mégse a messiás, és fölveszi az iszlámot, török ruhába fog járni, stb. De a szultán azt is kérte, hogy na most menj, vissza Szalonikába, és a, és a híveddi. Híveidnek is azt mondd meg, hogy ők, ők és ezt ő meg is tette. De a szultán nem bízott benne, mert ber azért ezt ő úgy tette meg a szabadtai címig, hogy azt mondta a híveinek, hogy vegy, le, térjetek át az iszlámra, járjatok török ruába, de ha hazamentek, akkor maradjatok ugyanolyan zsidók, mint eddig voltatok. Ugye erre, erre mondják a, a franciák, ugye, hogy, hogyha. Egy, egy zsidó felveszi a kereszténységet, akkor a, a kereszténység létszámát nyilvántartó statisztikában, egyel több keresztény lesz. De nem lesz egyel kevesebb a zsidók létszáma. Ez, fran, ez nem az én mondásom, ez francia. Ez francia. A franciák találtak ki. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy a szabadtai cívi végül is fogságba maradt, de, de egy, egy palotába volt fogságban egy Bír Miért érdekes? Miért mondom? Azért, mert az utána követő száz évvel rá, az, aki szintén ugyanezeket a tanokat követett, tehát a, a legfejlettebb. Kabalista, zsidó, misztikás, kozmikus, kozmikus zsidóságot, az Jakob Frank volt, már ő lengyel volt. És Lengyelországból ő óriási követői voltak, és formailag ő fő a katolikus vallásra, és átköltözött Bécsbe. És Bécsből pedig átköltözött. Frankfurtba, és ő lett a lelki gondozója Maillam Zeropcsinak. Világos? Tehát tehát amikor kialakul ez a világuralmi terv, akkor a, a fő ideológus az ben Jacob Frank. Nem ez a 29 éves pénz. Aki mindig csak pénzügyekkel foglalkozott, Maiaramzel, de az átvette. És és azt lehet mondani, hogy ekkor már minden ott volt ahhoz, hogy azt a világprogramot be lehessen indítani, amelynek ma, én nem mondom, hogy a végén járunk, de egy újabb ö, 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 szakaszához érkeztünk. Na, menjünk tovább. Tehát mindenkit szeretettel köszöntök, és ott tartottunk, hogy Frankfurtban már együtt volt, tehát a Jacob Frank által akkor képviselt és magas fokon továbbfejlesztett kabalizmus, ami tehát azt jelenti, hogy a zsidó nép nem e földi, hanem a kozmoszból származik. Ilyen-olyan, amolyan szérák és szakaszaink keresztül. És akkor már egy kicsit érthetjük is, hogy mennyi mennyiféle olyan ideológiai van amelyek amelyek ezzel foglalkoznak egészen addig hogy hogy hűlők is vannak és ö, hűlő formában léteznek a, a világ hát nem hűlő formában léteznek. És hát sok sokat hallunk ugye a ufókról és elszásolókról amik mind léteznek és ezek amiket az ufókról mondanak, és rájönnek, az igaz. Csak azt nem teszik hozzá, de az ember állítja elő. És abban a pillanatban mindjárt más értelme van az egésznek. Ez csak annyit akarok elmondani, hogy mikor New Yorki, tehát Szabad Európa Rádió New Yorki tudósítója voltam, akkor a Müncheni központ kért egy anyagot, egy, egy sorozatot az ufókról. És hát meg kellett csinálnom, nem volt nagy kedvem hozzá, de meg kellett csinálni. Utána jártam, hát el, el hogy az ensz külön UFO igazgatóság létezett. Ez teljesen az ENSZ épületében ez teljesen meglepett engem, mert, mint még egyszer mondom, hogy az UFO-król leírt jelenségek igazak, csak hogy azokat egy erre kiképzett hát szakember gárda, sok katonai szakember is van, meg más szakember állítja elő. Térjünk tehát vissza arra, hogy együtt áll most már, megvan az ideológia, megvan a pénz, megvan a világstratégia, amit ugye a kezembe tartok ezzel a 25 ponttal, és a, most még mindig csak a 16-nál tartunk. De itt muszáj elmondani, hogy ez a hatalmi hálózat már akkor az volt. Ez a hatalmi hálózat kihasználva az, hogy a többi népnél nagyobb tapasztalata van a kereskedelemben, a pénzügyek terén, az adószedés terén, a hitelezés terén, és őt nem köti a kamattilalom, mert sokáig, ma már csak a az iszlám írja elő, hogy kamatot nem lehet szedni, de megoldják másképp, ami majdnem olyan, mint a kamat. És de, és de a kereszténység is tiltotta a kamatszedést. Lényeg az, hogy ezt a tapasztalatait kihasználva ez a közösség először a portugálokkal Tudott egy világbirodalmat létrehozni. Ugye a portugál hajósok bejárták az egész világot, és a birodalom maradványai, hát nem is olyan kevesek. Hát ott van Brazília megmaradt, Mozambik megmaradt, Angola megmaradt, és még kisebb más területek. Úgy Namíbia például. Úgyhogy ez kb. száz évig nagyon jól működött, és, és, nagyon gazdagította ezt a közösséget. Ezután jött Spanyolország, főleg ugye, amikor már mondtam, hogy, hogy Kastília és Aragónia egyesülésével és a kordovai kalofátosnak a legyőzésével, és az, az a spanyol gyarmatbirodalom kialakulásával, ugye Amerikában, új Spanyolország, ami Mexikó és a közép, aztán ott volt a perúi alkirálság, ott volt a La alkirálság, szóval négy alkirálság, hogy menj, ez nagyon siker, sikerült, és ez a bizonyos, ez a közösség, amely szigorúan összetartott, és egyre inkább kabalista lett, tehát meg volt fanatikusan győződve akkor, hogy ezt a kedvező helyzetét, hogy egy, egy világállam lésztesüljön az ő ura, amit neki a Jáhve megígér. De hát a Jáhvéről elmondtam, hogy a zsidó papok találták ki a Jáhvét. És, és abban az időben, tehát az Szíria, tehát a bezopotámiai idők, minden népnek volt egy istene. És tulajdonképpen azért hoztak a papok olyan erős szabályokat arra, hogy, hogy más istenek szóba se jöhetnek, mert ugye az isteneknek áldozatot vittek. Mi volt az áldozat? Hát ennyi bárány, ennyi arany, ennyi stb. 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 Tehát nem akartak osztozni, tehát csak szigorúan Jahvinak lehetett, Jahve pedig a zsidó papokat jelentette. Úgyhogy ez, ez így, így fejlődött ki, és visszatérve a birodalom alakításra, körülbelül a spanyol világbirodalom is egy száz évet élt. De ezután nagyon tehetséges, zsidók Ibériából fölmentek az akkor Spanyolországhoz tartozó hát most ugye Niderland, Luxem, most ugye a hát Beneluxoknak hívjuk ma, ma, ezt a vidéket, de ez akkor tehát Németalföld, az a spanyol Uralkodóházhoz tartozott. És Spanyolországban óriásira felrendült a kereskedelem, a, a pénzügyi, a nemzetközi pénzügyeknek a kezelése persze mellékesen más is fölendült. mert csak gondoljunk, hogy micsoda festészet alakult ki abban az időben, de ebbe most nem akarok belemenni, sokkal inkább abba, hogy működik kezded, a holland indiai társaság. Ez is az ő volt. Ez egy magántársaság volt, na de úgy fejlődött, hogy saját apparátusa volt, adót szedett, saját fegyveres védereje volt. Ez így működött, de, nagyon, de nem túl sokáig. Ez is kb. száz évig, mert utána, amikor sikerült az egyébként Angliából egyébként több mint száz helyről, az, az európai történelemben több mint száz helyről kitiltották őket. Van onnan többször is, például Franciaországba kétszer, Magyarországról is kétszer, Angliába is kitiltották őket, János király kitiltotta őket. Persze nagyon felmódon ment a dolog, mert mindent elvihettek magukkal. És az volt a probléma, hogy az uzsora ellen mindenféle törvényeket hoztak az uralkodók. De ezt mindig megszekték és Ez vezetett ahhoz, hogy ha mindig megszeditek, nem töröttök a, 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 a mi rendeleteinkkel, el kellett menniük. És ekkor volt az a sajátságos dolog, ami nagyon jól rá, rávilágít a pénz természetére, hogy a pénznek nincs semmilyen értéke. Ez, 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 az csak egy jel. Annak van értéke, amit jelez. Na de például, amikor a zsidóknak távozni kellett Angliából, a fadarab lett a pénz. A telisztik úgy hívták. Na most hogy lehet a, a fadarab pénz? Hát úgy, hogy nagyon speciálisan megfelezték. És nem lehetett mással csak egy bizonyos gajat, csak egy másik bizonyosan lehetett teli. teli azt, hogy És a teli az, hogy megfelel. És a, a, fedarab fele az egyik forgalomban volt, a másik fele pedig a királyi pénztárban. Tehát a, 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 a királynál volt. Nem lehetett hamisítani. Volt úgy, hogy egy, egy, egy egyméteres fadarabért egy koskóciai egy kastélyt lehetett venni. Szóval ez a, egyébként a telisztiket meg lehet nézni, ha valaki jár a City of Londonban, akkor megnézheti ott ö, a, a telisztik, több telisztik ki van állítva. Na most menjünk tovább. Tehát beindul a brit kelet-indiai társaság azért, mert, mert Cromwell Oliver ideje alatt, aki ugye a puritanizmusnak a megalapítója, Cromwell, és aztán megszerze az államhatalmat, de Cromwell Oliver az amsterdami zsidó bankárok finanszírozták azért, mert vissza akartak menni Angliába. És Kronfeld Olivérnek közvetlenül eh, Manasében Izrael rabbi, aki szintén eh, Spanyolországból származott, eh, küldte a pénzt Oli, eh, Kronvel Olivérnek. De ez úgy történt, hogy először ment az utasítását javaslatformába. Például, mondok egy példát. Ne fejezd le a királyt, ha fogságban van, ne fejezd le, hagyd megszökni, utána fogd el, és utána fejezd le. És ezt Cromwell Oliver minden parancsot teljesített, és jött a pénz. De ha nem teljesített, a pénz nem jött. Úgyhogy így zajlott le az, ugyan törvény nem született arról, hogy a zsidók visszamehetnek, Angliába, de Cromwell Oliver törvény nélkül ezt megengedte, és szépen visszamentek. De itt kell megint egy nagyon fontos szellemi, vallási hát, tényezőt megemlítem, mert fontos szerepet játszott. John Dee, meg Vások. Akik lelkészek voltak. Meg tudták győzni az angolokat, hogy ők az elveszett 13. törzs. Vagyis ők zsidók. És azért is kell őket visszengedni, hogy a, a, a zsidó nép, amely a diaszpobrában él szétszóratásban, persze, úgy akart élni, ezt, ezt már elmondtam. Az találkozhasson az elveszett harmadik törzsel. Ez mindig mély nyomokat hagyott, mert gondoljuk csak meg, hogy, hogy Köszler Artúr, már beszéltem róla, Köszler Artúr, aki ugye Budapestről származott itt, Magyar író volt Bécsben, osztrák író, Párizsban, francia író, Londonban, angol író, ő megírta a történt rájba, a 13. törzs, mert a kazárokról ő bebizonyította, hogy azok tulajdonképpen zsidó eredetűek. Tehát mondom, ez fizikailag úgy képzelhető el, hogy a mezopotámiai területről, ahol ott volt a Szíria, aztán ott volt Babilon, aztán ott volt, ott voltak a perzsák, stb. Nagyon könnyű a Káspét-tengeren a Volgához menni. a, a, a Volga torkolatánál volt a, a kazároknak a fővárosa, és egyáltalán az a és egy elég nagy birodalom volt, még a magyarságra is, egy, mert volt kb. 20 vazalus népe a birodalom körül, a kazár birodalom körül. Az egyik vazalus nép a magyar volt. Csak a magyarok ott hagyták őket, tehát mentek keletebbre, stb. De ez a magyarságnak egy része, de én nem, most sem akarok belemenni. Ez már őstörténet. Szóval, mert a, a, magyarságnak sokkal komolyabb köze van a kárpát vedencibe mint az, hogy egy, egy elment részből egy, egy, kisebb rész visszatér. Mert ez volt a, ez volt a honfoglalás. De, de mondom, ezt, ezt, most hagyom. De a kazárokhoz tartoztak. Szóval a 13. törzs, az egy nagyon fontos dolog. És a, a zsidó pénzhatalom épült Angliába, és megszületett két Anglia. Két Anglia. Nem egy Anglia volt, kettő. Az egyiknek az volt a neve, hát hogy nagy britannia a brit királyság. A másiknak meg az volt a neve, hogy a korona. Mindenki a brit király koronájára gondolt, ha hallotta. Meg még most is, ha elkezdek róla beszélni, és azt mondom koronagyarmat, hát azt mondta, hogy a királyhoz tartozik. Nem. Ez egy zsidó Nagy-Britannia volt. Ők hozták létre. Ennek a központja volt a City of London. És azért hívták, például a koronagyarmatokat koronagyarmatoknak, mert ennek a nagy britanniában beépült államnak a kormánya egy a City of Londonban lévő koronaklubban volt. Na most, ennyit még el kell mondani a, a szitov, illetve mondjuk a, a gyarmatokról. A brit gyarmatokba az igazi brit kormányhoz tartoztak a fehér népességű gyarmatok. Tehát az Egyesült Államok, tehát Amerika, amíg, amíg gyarmat volt, Kanada, Ausztrália, új-Zéland, és később, amikor ugye a buroktól elvették Dél-Afrika. De az összes afrikai gyarmat, meg az indiai gyarmat, meg a, meg a, még a karib-tengeri szigetek, de még Hongkong is koronagyarmat volt. És mit jelentett az, hogy koronagyarmat? Az azt jelentette, hogy a brit uralkodónak és a brit kormánynak kus, k u s volt. Semmiben nem szólhatott bele. Az kizárólag az Angliába áttelepült zsidó pénzemberek irányították. Ez az ő gyarmatuk volt. És ez ma is így van. Úgyhogy a gyarmatok átalakultak offshore világborodalommal. Na most a pénz ott van, majd arról is egy pár szót érdemes beszélni. De például beszéljünk arról, hogy ugye létrejön a Brit-indiai kereskedelmi társaság. Na most ez már egy nagyon komoly, komoly először hatalom volt. Nagy volt a területe, milliók, laktak, éltek rajta, és egy óriási a szipolyokból, vagyis a helyi lakosságból kiképzett, de jól megfizetett zsoldos haterővel tartották fenn a rendet. És megindult Indiának az elképesztő kirablása. Hogyan történt ez? Hát ez úgy történt, egyébként, amit én elmondok, ezt nagyon neves egyetemek, egyetemi tanárai által megírt tanulmányokból és könyvekből tudom. Tehát nem én, hogy úgy mondjam, jöttem rá. 45, 45 trillió milliárdot mondtam az előbb. Nem. 45 trillió dollárt vittek el. Na hogyan? Elmondom, hogy hogyan. Persze nagyon egyszerűen mondom. A indiai kézműves, iparos, földműves dolgozott. Adott kellett fizetnie a brit hatóságoknak, mert ők gyakorolták akkor az államhatalmat. Tehát adott fizetett rúp, rúpiában. Ez a rúpia, ez ott maradt Indiában. Igen ám, de ott volt még az indiai termék, azt el kellett volna adni, mert hát ha nem adom el a termékemet, nem tudok megélni. És attól, hogy adót fizettem, attól még az, az, az árucik meg a termék ott van, azt el kell adni. Na, csak úgy lehetett eladni, hogy aki kereskedni akart vele, annak rondomba kellett mennie fizikai aranyjal és fizikai ezüsttel, és kellett vásárolni egy speciális bilt, amit kidek erre célra adtak ki, és ezzel a billel visszamehetett Indiába, és azt átváthatta Rubelre, illetve Rupiára. Meg lényegében azt a Rupiát kapta meg, amit a indiai dolgozók befizettek adóként. Tehát megkapták ezt a Rupiát, de ezzel a Rupiával már lehetett kereskedni. Nem tudom, hogy elég ért, értelmesen mondtam-e el. Remélem, hogy érthető volt, hogy ez micsoda csalás. Mert lényegében elvették, szinte teljes mértékben elvették a, az indai e, 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 munkának az eredményét, és az bement a koronagyarmat urainak a zsebébe. És ez 45 trillió dollárnak felel meg. Az összeget is ők számolták ki. megvan meg egy, szóval nagyon alaposan utána néztek. Tehát ez a szám egy stabil szám. Tehát kellett egy trükk, és, és kérem szépen, óriási pénz vándorol. Persze volt, amikor problémák voltak, volt a lázadás például, amit hát le kellett verni, és akkor az, azért az angol katonasságnak, mert később már, amikor a brit keletindiai társaság átadta a, a hogy úgy mondjam, a hatalom gyakorló szerepét a brit államnak, de értsd a korona államának, tehát a Nagy-Britanniában, mint a nagy matriós babában, a kis ma, kisebb matriós babában, nem tudom, hogy ki, ki ismeri, hogy a babák vannak egymással. Ez, ez ez így volt. Tehát a korona gyarmat, a, a, mert a korona gyarmat nem tartott hadsereget, azt már a brit állam tartotta, az igazi brit állam. Ugyanakkor minden jogot ő gyakorolt. Olyannyira, hogyha például egy brit állampolgárnak volt valami peres ügye a brit koronagyarmaton, nem mehetett brit bírósághoz. Csak a koronagyarmat bírósághoz, csak a koronabírósághoz mehetett. Tehát ez, ez egy teljesen állam volt, de a védelmét azt az izének kellett elátni a, a, a nagy, a nagy, ö, 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 nagy államnak, aminek valóban volt királya, volt kormánya, de de most is még az van, ugye, hogyha valaki. Én elmentem, ezt végig csináltam, tehát a Temple, a, 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 a City of London területén vannak a nagy bankok például, meg, a, meg ott, ott van a, 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 a Brit Bank és a Bank of England. Tehát oda is, hogyha például a brit uralkodó, például a második Erzsébet, többször megtörtént, hogy látogatást tett ebbe a, ebbe a külön államba. Akkor csak egyszerű polgári ruhába mehetett, egyszerű szállítóeszközzel, ellenben a Lord Major nem tévesztendő össze a Mayor of Londonnal, mert a Mayor of London az Nagy Londonnak a főpolgármestere. A Lord Major az pedig ennek a államnak az uralkodója. És most a mostani szabályokat mondom már, ezt egy évre válasszák, és külön kormány, külön rendőrsége van. És azért a határon, ha valaki ott van, vannak ilyen pavilonok. És ha valaki bemegy a pavilonba, akkor nagyon sok ilyen leporellót, meg egyéb kis folyóiratocskát, meg ismertető füzetet találhat, Amikből én egy párat elhoztam magammal. Az egyik például azzal kezdődik, hogy kedves látogató, te egy különleges helyre érkeztél, a pénzvilágbirodalmának a fővárosába, és akkor kezdik mindenfélét sorolni. Tehát megvan a határ, ma is. Ma is ez így létezik. És a Temple Berne, a kapu, a, 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 a Szent Pálé megérkezik a királynő, akkor viszont ilyen teljes díszruhában ö, 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 ottani rendőrök, ö, és fegyveresek kíséretében, fogadja őt kegyesen. A korona. Ö, ö, országocskának a Lord Majorja. A Darmat Birodalom felbomlásával a City of Londonnak a hatalma áttevődött az offshore-ra. Ugye az offshore azt jelenti, hogy úgy forgatom a pénzt, hogy nem adózok. Ez az offshore-nak a lényege. Itt úgy mellékesen érdemes megjelölni, hogy, hogy James Henry és John Christensen, két kiváló bankár és üzletember, a James Henry most New Yorkban egyetemi tanár, és egy nagyon tekintélyes egyeteme. És őnekik volt egy megbízásuk. Körülbelül hát a, ez lehetett azt hiszem, 2009. Szóval azt a feladatot kapták egy munkacsoport, ők vezették, hogy mondják meg, hogy a világnak mennyi pénzet a világnak, tehát a, a, a pénzvagyon tulajdon mennyi pénze van az offshore-ba. És ezek, mivel maguk is offshore bankárok voltak korábban, hát tudták, hogy ezt hogy kell megnézni, kiszámolni, megbecsülni, és ezt a munkát elvégezték nem csak Amerikában, nem csak Afrikában, nem csak Ázsákban, Európára is. Európában pedig benne van Magyarország. Nos, mennyi pénzt vittek Mennyit? 242 milliárd dollárt vittek, mondom az időpontot, eh, eh, 1980-tól 2010-ig, tehát 30 év alatt Magyarországról elvittek offsorba, 242 milliárd dollár. Kinek volt itt 242 milliárd dollárja? Kinek? 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 Meg, de és sokáig nem tudtam azt hogy kinek, mert mert amikor én, ugye hazajöttem haza Münchenből, és kezdtem körülnézni hogy miért nem sikerült a rendszerváltás. Hát én is nagyon akartam, hogy sikerüljön, nem sikerült. Miért nem sikerült? És többek között a Nemzeti Bankban a kettes számú műhelytanulmányban, a 93-ban jelent meg, találtam egy tanulmányt, amit a következőt mondja, hogy 1973 és 1989 között Magyarország felvett 5 milliárd dollárt, abból 1 milliárd bejött, most hagyjuk, hogy Kuba, meg Vietnám, meg ilyes, meg Angola, tehát mire, használták, egy, de 1 milliárd bejött. De kifizetett ugyanennyi idő alatt, 73-tól 89-ig, 11 milliárd dollár kamatot, és még maradt 22 milliárd dollár adósság. Na már most én ezt nem értettem. M -m 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 még egyszer elmondom, hogy, hogy nem most találom ki. <ségül> Tehát 73 és 89 között, ez le van írva ott. Bejött, hát e, e, voltak, akik nem hitték, amikor ezt először mondtam, hogy mentek meg a srubolni, nemzeti bank nem adta nekik oda. Mindegy, de, de azért ez, 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 ez bár bizonyítva van, meg én, én, én nekem megvan, ma is megvan nálam. Szóval arról van szó, szóval még egyszer mondom, hogy halljuk ezt a szörnyűséget. 73 és 80 kilett. 5 milliárdot felvennek, ebből bejön 1 milliárd, kifizetnek érte 11 milliárd dollár kamatot, és még maradt 22 milliárd dollárra. E, ezt egyesek elnevezték drábi egyenletnek. <laughs> és kiröhögtek érte? És kiröhögtek érte? De tegyük hozzá. De ma már tudjuk, hogy honnan volt ez a pénz. Ezt, ezt borvendék Zsuzsanna derítette ki. Borvendék Zsuzsanna, aki Hát le akar, én nem is, még egyszer se találkoztam vele, de én kezet fogok neki csókolni. Mert amit ez a fiatal nő letett az asztalra, az egy forradalmi tett. Mert ő kimutatta, tehát három könyvet is, hát lehet, hogy többet is írt nekem három. Szóval ő, ő kimutatta azt, hogy amikor 73-ban volt a válság, mármint a energia, tehát a kőolaj válsága, mert egy év alatt a négyszeresére emelkedett a kőolajára, amit egyébként Szalső Bádember a Bilderbergek határoztak el 1973-ban, és már egy év múlva már négyszerese volt, és ugye, de persze közben volt egy háború, egy omkipor, ezt csak úgy említem. Szóval a lényeg az, hogy amikor, amikor volt ez a válság, akkor a drága kőolajat a magyar külkereskedelmi vállalatok elkezdték vásárolni. Nekünk nem volt nagy probléma a kőolaj, mert az, orosz, az oroszok szállították, sőt, az oroszok az áremelkedést csak meg, megkésve, szakaszosan változtatták meg. Hát, tehát f, 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 nagy, nagyon lassan emelték az árakat. Hát akkor mi a fenének kellett, a, a külkereskedelmi vállalatoknak, a a magyar külkereskedelmi vállalatoknak, aztán rengeteg kőolajat fölvásárolni. Sokat, nagyon sokat vettek. Hát azért vették, mert utána továbbadták német, francia, de főleg amerikai vállalatoknak. És hogyan adták tovább? 10%-kal olcsóbb. A különbözetet a magyar állam állampontolta. De mi lett ezzel a 10%-kal? Hát ennek, ennek, ez, a, ez, ez volt a, a biznisz, akik megvették, hogy ebből a 10%-ból hármakot, hár, háromszázalékot, mint kigbeket, kigbettek, kickback, mondják, a, a, a visszarugás, ugye Tehát ezt visszaadtak ezeknek a Magyar külkereskedelmi vállalatoknak. És azok ezt a pénzt eltulajdonították. Berakták különböző bankokba, és ezt könnyen csinálták, és könnyen offsorolták, off mert ugyanis egyedül pártunk és kormányunk, egyedül a külkereskedelmi vállalatoknak engedte meg, hogy külföldön saját vállalatot alakítsanak, amelyek már, ha Németországban volt, már német vállalatot. Ha Amerikában volt, már amerikai vállalatot. Már semmi köze nem volt, a, ugyanakkor ment, ment belé a magyar pénz. Na most honnan jött, honnan tudott a magyar állam mindig pótolni ezt a 10 ot Hát onnan tudta, hogy Fekete János, aki akkor a Nemzeti Bank egyik alelnöke volt, és akivel én elég sokat beszélgettem, ezt megmondom, A szépen elment mindig elsősorban a BIS-hez, Bank of International Cert Bázelban, ahol is, amely egy 1930-ben alapított Rothschild bank, Rothschild kézben van, és ellátja a nemzeti bankok, vagy a központi bankok központi bankjának a szerepét, és ő ott benfentes volt, és vette föl az hatalmas kölcsönöket. Így lett Magyarországnak 22 milliárd dollár, Adóssága. Ugye visszafizetett 11 milliárd, mert, mert kölcsönökből lett potolva az a 10%, -a, amit a magyar államnak a saját költségvetéséből kellett adni. Na most utána ez, a, ez úgy derült ki, de csak egy-két dolog terülkezett. Az egyik eset kiderült, mert itt abszolút nem lehetett, ez egy zárt kaszt volt a, 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 a külkereskedő álló, de nem lehetett csak úgy bekerülni. már ott mindenki mindent tudott. Tud, 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 tudták, hogy itt mi folyik, és a párt ezt jóvá hagyta. Majd megmondom, hogy miért azért hagyta jóvá a párt, mert az oroszoknak ez jó volt, mert ki lehetett játszani az embargót. Ugye volt rengeteg olyan áru, amit, amit tilos volt technik, technika eladni az oroszkos. és így ezek a offshore cégek megvették, a magyarok szépen pedig átadták az oroszoknak. Így. Na most, tehát és mivel az oroszok elérték, pártunk és kormányunk is el, elnézte. Na igen, ám, de egyszer az egyik ilyen ember az egyik eh, eh, Impexnél meghalt. És a végrendeletében mindent a feleségének hagyott. És akkor mentek ki, és, és egy sor, tehát olyan páncélszekrényt találtak bankokban, ami tele volt aranyjal meg dollárral. És hát ugye ezek mondták, hogy ezt még a feleségének, ez közös pénz. De kinek a pénze? Ugye? Kinek a pénze? Tehát lassan egy sor dolog kiderült. Például mondtam egy ilyen esetet, de több más ilyen is volt. De azért a pénznek a zöme eltűnt. 42 milliárd dollár Eltűnt. Na már most ugyanezek az emberek, akik itt voltak közöttünk, és röhögtek a rendszerváltáson, mert azt mondták, hogy ki a miniszter, vagy ki a minik mit számít, a pénználunk van. Ezek visszajöttek, mint külföldi befektetők, és pince áron fölvásárolták a magyar gazdaság, a nyereséges részét. A veszteségeset, vagy amely azért volt szükség, mert egyetlen a munkaeredménye, azokat nem vették meg, azokat bezárták. Ott csak piacot vásárolt. Tehát ezért siklott ki többek között a rendszerváltás. Mert nem volt rendszerváltás, mert ugyanazoknál maradt a pénz. Most a pénz alatt értem a, a, a vagyonnak az ömét. És ez így történt. És amikor még élt a Fekete János, és előadást tartott András úton az orosz kultúra házában, mert egy olyan is van ott. És én oda elmentem. És ő ott dicsekedett, hogy ő milyen jó kapcsolatokkal rendelkezik, és mindig tudott felvenni kölcsönt. És én hozzászólásra jelentkeztem, persze a táskámba beletettem mindenfélét. Többek között ezt a, a, Nemzeti Banknak ezt a belső tanulmányát. és Kimentem, megmondtam, hogy én ki vagyok, én a Szabad Európa voltam a vezető program szerkesztője, és többek között a Világgazdasági Magazin című műsort is. Én szerkesztettem, tudok ezekről, ismerem a munkásságát, és most ezért szeretném fölolvasni hogy mi, mi van itt a Nemzeti Bankra, A, a tanulmány. És fölolvastam. És ha, ma, azt tudom mondani, hogy mintha lelőttek volna minket. Egy, egy hullacsend, hullacsend. Föl, nem folytatódott az előadás, nem folytatódott semmi. Befejezték, akkor mind, mind, mindenki ment a szendvicset enni. Én is én is mentem. Na de, na de, na de, ahol én álltam, ahhoz az asztalhoz nem jött senki. Úgyhogy én egyedül álltam egy egész asztalnál. Oda nem mert jönni senki. Igen, és hát végül, végül az történt, hogy elindultak hárman felém az egyikről kiderült a Fekete János felesége, a másikról kiderült, hogy a, aki rendezte az egészet, és me, mezzei vagy hogy hívták, és, a, és, és, hát a Fekete János. És akkor a hölgy azt kérdezte tőlem, hogy, hogy én ki vagyok. Hát ma, hogyha hát mondom, bemutatkoztam, hogy én Drávik János. Nem, nem ezt kérdezem, hanem ő azt kérdezi, hogy ki vagyok. <laughs> Na mindegy, de mindegy eb, és, és, ez egy elég kínos, elég kínos dolog volt, és a, mert tényleg nem tudtam, hogy hát most erre mit mondjak. És erre föl a, a, Fekete János, rá, így rám tette a kezét, gyere János, menjünk oda az asztalot, beszélgessünk egy kicsit. És akkor és így kezdődött az, hogy többször is találkoztam vele, és beszélgettem vele. És egy csomó mindent, egy csomó mindent elmondott nekem. Tehát ő, 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 tudta, hogy én igazat beszélek, és ő tudta, hogy miről van szó. De azért elközte, ad csak ide azt a és kezdte olvasni meg minden, és, és aztán arról kezdett beszélni, Érdekes módon, mert mert én kérdeztem, hogy hogy, hogy, hogy lett belőle bankár? És a Nemzeti Banknak a, a, tényleges vezetője. És akkor elmondta, hogy, hogy az én szabad európás főnökömnek az apja, aki a Nemzeti Banknál elnök helyettes volt annak idején, Rákosi itt kor, korszakban, ő ő és fi a börtönbe, a fiel volt a főnököm, Büki Barna, Vadász János néven szokott szerepelni, már nem ér szegény, de visszajött Magyarországra. Szóval mondta, hogy hát akkor a Büki papa azt kérdezett tőle, hogy, hogy hát mi, mihez értesz mégis? Mert jött valahonnan békés csabáról. És akkor kezdte mondani, hogy milyen pénzügyeket csinálsz. Én nem ezt kérdezem mondta a gyereket, hát tudok, de ezt se kérdezem, mit tudsz? Például, hát még, hát tudsz teniszezni? Tudsz, tud tudsz, rendesen kártyázni? Meg, meg, meg ez, 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 így, ezt szóval ő, ő elmondta, ez így zajlott le, de térjünk vissza a főtémához. Ezt mellékesen beszúrtam, hogy ez a ez az államok feletti hatalom, ez milyen módon dolgozik? Mert ha az ember példákat is elmond, akkor az érthetőbbé válik. Mert most azt lehet mondani, hogy az 56 ezer nemzetközi vállalat és a 150 szuper globális bank az mindössze. 300 ember tulajdonában van. És ezek irányítják tulajdonképpen a világkereskedelmet, a világpénzügyeit, és gyakorolják, valójában egyelőre még azt lehet mondani, hogy unipoláris rendszer van, tehát nincs tehát több pólusú világ, de egyelőre ők. Na most ez a rendszer, ez csak akkor működik, ha jól működik az a világ, amit mi nem látunk. Na most mi van ebben a világban? Ez, ez azért fontos, hogy mi van ebben a világban, mert ez a világ irányítja, ez a nem látható világ irányítja a látható világot. És a nem látható világnak a világ stratégiája az, hogy létre kell hozni ez egy világrendszert. Egy kormányal, egy pénzrendszerrel, egy hadsereggel, egy világ, egy szinkretikus, egy világvallással. És, és lényegében olyan létszámú emberiséggel, amelyekre szükség van. És amelyikre nincs szükség, attól meg kell szabadulni. És nincsenek elgölcsönállásaik, pontosan azért, mert kabalista. És és ezért tudtak, ugye, amikor beindították a nagy háborút, hogy a németek ne tudják már a, a hanyatló Angliától átvenni ezt a világvezető szerepet, ma elérkeztek ahhoz a, a fejlettségi fokhoz. És ők helyett németek úgy döntöttek, hogy a németeket kikapcsolják, szétverik, leverik, megszüntetik, felszámolják, és Amerika legyen az ő iránytúl sok alatt, a, amelyik Anglia helyébe lép. Ez meg is történt. Na de most akkor állandóan azt beszélték, hogy Háború folyik azért, hogy többé ne legyen háború. És mi lett? Létrehoztak olyan békét, hogy többé ne legyen béke. Mert az, ami versailles volt, az olyan béke volt, hogy ezek után béke már nem lehet. Így. Így. Nem lehet. És itt most ugye mi, mi óriási csapásokat. Szóval, anélkül, hogy megérdemeltük volna. De itt nem csak erről van szó, az egész emberiségről van szó. Az egész emberiségre vonatkozik az, ami itt, mert a teljes erkölcstelenség, tehát szóval teljesen kiiktatták a nemzetközi... A veszfáliai rendszer, az annak vége van. Na most mi volt a veszfáliai rendszer? A veszfáliai rendszer az az volt, Ugye, hogy 1618-tól 1648-ig egy 30 éves háború volt itt Európában, és meg, tehát Pestissel is megcukrozva, és egyéb, úgyhogy a, a, a lakosságnak egy igen jelentős része elpusztult, de a Vesztfáliai béke 1640-ban úgy ért véget, hogy azért egy sor tartós szabályt elfogadott. Például elfogadta a, az, hogy a kisebb államokat is megéleti a szuverénitás, a területi sértetetlenség, és egy sor ehhez hasonló nagyon fontos szabályt elfogadott, ami a nemzetközi jognak lett az alapja. Na most, versailles mindent felrúgtak. Semmi nem számított. És Versailles óta nincs nemzetközi jog. Milyen nemzetközi szabály van, amit ma betartanak? Már az előző beszédben említettem, hogy 1999-ben Isztambulban volt egy nagyon komoly nemzetközi tanács, több mint 30 államnak az államfőjes miniszterelnöke volt ott. És ott aláírták azt, hogy kötelező szabály, hogy a ugye itt a nemzet, itt a, 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 a biztonság, az európai biztonság, mert Megteremtéséről volt szó, mert ugye akkor már Oroszország érzékelte, hogy semmit nem tartanak be, abba, amit 89 be 90-ben 90 megállapodtak ott. Az, a, az igaz, hogy nem lehet beleírva a szerződésekbe, hogy egy unyit egy, egy se megy keletre, de elmondta a Bush elnök többször, és elmondta a James Baker a. a, a, a a külügyminisztere, és az a jegyzőkönyvekben be van, és a jegyzőkönyvek már olvashatóak, mert eltelt 30 év. Tehát 30 év után, ahol ez a hatalom lelepleződik, ott persze ez a 30 év nem érvényes. Lásd Kennedy gyilkosság, Lásd a, 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 ezt a, az általa, tehát a háttérhatalom által megszervezett és végrehajtott szeptember 11-2001-ből, ez, ezek, ezek nem kutathatóak. Persze ez nem azt jelenti, hogy aki, aki tehát hogy is mondjam, közvetett, közvetett módon nem lehet mégis, a, mert, a, mert szeptember 11 ről is tudjuk, hogy hogy az, az azt a Mossad szervezte meg, persze amerikai közműködéssel. Kész, ezt már kimerem mondani, egy zizrelnék szemébe mondtam már. Úgyhogy nem, nem, és elmondom, mert tudom bizonyítani. És ráadásul izraeli szerzőkkel, például Ronunzzal. A Ronunz nem árta megnevezzük a nevét, Ronunz. Mert ez elvégezte a Harvardot, meg a legjobb eredményekkel kitűnő, kitűnő fej. És Bizniszteni kezdett, és, és hát csinált magának bizonylag rövid idő alatt 600 millió dollárt. És azt mondta, hogy ezt, ezt ne, nem csinálja tovább, és azt a feladatot vállalta, hogy minden olyan dokumentumot, tanulmányt, könyvet, ami le van titkosítva, azt összegyűjti és közreadja. Úgyhogy ha valaki É, é, például olyasmi ismereteket akar, mint amiről most én beszélek, forduljon Ronus. És Ronus azt is megírta, hogy a Mossad hogyan csinálta a, a kettő, 2001. szeptember 11-et. Most ilyen é, körülmények között azt lehet mondani, hogy ez a háttérhatalom, ez, ez sikeresen tudta úgy eltitkolni magát, hogy eljutott egy olyan fejlődési fokhoz, hogy bizonyos pontokat, amelyeket már megírt, már megírt ugye nem ismertettem a 25 pontot, érdemes lenne végben ne hát akkor holnap reggit tartan az előadás. Úgyhogy, úgyhogy, csak annyit mondok, hogy ennek a programnak a végső célkitűzéseit ma fejezik be. És ez, csak gondoljuk meg, hogy milyen hatékony ez a hálózat. Hát el, elhiszik önök, hogy egyik évről a másikra meghűlnek a legnagyobb egyetemek, egyetemi tanárai? Hogy nincs férfi, meg nő, meg ehhez hasonlók? A legnagyobb, benne van a Harvard, a Yale, a Princeton, benne van a MIT, a, 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 a Sanford. Hát mindenki egyszerre hűl meg. Ilyen nincs. A hálózat A vezetők kiadták, hogy most ezt beindítjuk. Ez már egy régi programpont, már a, a, a Májára sem is leírta, ezt be kell indítani. És beindították. Persze elő volt készítve. Ugye? És, és, és van egy másik dolog is, hogy miután nekik a, a pénzrendszert stabilizálni kell, mert az igaz egy nagyon nagy, és egyelőre nem tudják megoldani a problémát, hogy a világ sokszorosan eladósodott, mint amit fizetni tudna. És valójában már ezt Érdemes lenne egyszer levezetni, de én most ne vezet, nem vezetem le, most csak mondom, hogy a forgalomban lévő pénznek egyre inkább már Kína, és majd talán Oroszország kivétel lesz, de különben nincs kivétel, nincs más fedezete, mint az adósság. Vagyis ma. Fedezetlen, adóssággal fedezett pénz van forgalomba. Világszinte. És ez azt jelenti, hogy az eladósodott világnak egyszerűen biztosítania kellene a világ számára azt a jogot, ami például az ókorban megvolt, az ókorban. Mindjárt megmondom, miről van szó. Itt ugyanis a, ha egy adós nem tud fizetni, akkor, akkor kész, akkor nem tud fizetni. Ha, tehát olyan adósság van, ami sokszorosa annak, ami, amit fizetni lehet, Hát ezt tudomásul kell venni, hogy ez nem fog, vagyis a rendszer az összeomlásnál van, mert nem lehet ennyi, ezt nem lehet visszafizet, vissza, visszafizethetetlen. És ez abból adódik, hogy kamatszedő rendszer, hogy, hogy lényegében a kamat és a, és a, a kamatos kamat révén olyan, hatványozott ütembe növekszik, amit a világgazdaság, ha jól fejlődik, akkor olyan három és, el, három és fél százalék. Ugyanakkor nézzük meg, hogy az a pénz, amely a pénzpiacon van, tehát az egész egy fikció, és pénzből csinálnak pénzt, persze vissza lehet forgatni, úgyhogy a reál értéket veszik föl vele, de ez egy tarthatatlan állapot. Na most ugyanez, el, ugyanez bekövetkezett az ókorban is többször. Már a Bibliában is benne van, hogy ezt hogy oldották meg? Ilyenkor volt a jubili, jubileumi év, a 7. hetedik év. Mit jelentett ez? Ez azt jelentett, tehát, hogy aki el volt adósodva, azt az az, annak vissza kellett adni mindent. Tehát a birkáit, a, 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 az összes vagyonát, a gyerekeit, sőt, ha el volt, tehát adós a szabadságát is vissza kellett adni. És mindent vissza kellett csinálni, ahogy az indult, hogy új életet kezdhessen. És ez többször megismétlődött. Tehát lényegében a világon is az igazi megoldás, hát nem ez fog történni, de az igaz, mert, mert háborúval szokták ezt mindig megoldani, és mindjárt rátérek arra, hogy ez miért nem megy ez a megoldás most. Tehát tehát ez, ez egy jó megoldási bod, hogy háborúval. Mert háborúban mi, minden elmozdul, és, sem, és, és, a teljes hatal, mert a háborúban az eladósodott emberek lényegében, sőt, és az eladósodott embereknek a közösségei, stb. ezek mind, mindent elviselnek azon a címen, hogy háború van, és akkor mindig zavarosban nagyon jól lehet használni, és, állandás, úgy, mindig úgy értek véget a háborúk. Hogy nyertesen ők jöttek ki. Csak ők. Csak ők. Na de maradjunk abba, hogy mit lehetne csinálni ebben a mostani jubileumi. Ha lenne egy mostani jubileumi év, hát kérem szépen, ha én rám bíznák, én a következőt csinálnám. Összehívnám, tényleg a világ érdekelt közösségének a képviselőit, és kiadnánk egy, egy olyan deklarációt, aminek az lenne a címe, hogy az adósok jogainak a deklarációja. És ebben benne van lenne, hogyha a hadalosság ilyen szintet éler, akkor a jog, akkor az adósnak joga van megtavagadni az adósság fizetését. Mert csak gondoljuk meg, csak meg, hogy én Amerikában a New York Egyetemet tanultam ilyen ingatlan finanszorozási dolgokat. De ott megdöbbe, én nem tudtam, én tájékozottam voltam. Itt Magyarországon én a erőmi beruházási vállalat jogi osztályvezetője voltam. De ez nekem teljesen új dolgok voltak, amit ott tanultam. És és ott azt magyarázták, hogy ha ennyiért és ennyiért valaki vesz, akkor annak majdnem a tízszerese az, amit végül 30 év után, 20, attól, attól függően, hogy milyen a, 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 hogyan készítik el a, a szerződést, kap vissza a bank, és ugye a bank azt is elintézte, hogy akkor ne adózzon, hogy ne adóba menjen, mert az adó közcélra megy. Hanem, hanem lényegében úgy lehessen kamatos tör, törleszteni a felvett vételárat, amit az, hogy, hogy a bank annak közel tízszeresét kapja vissza. Hát milyen rendszer ez? Hát ez, egy, egy, ez, egy, ez, egy, ez járadékos, uzsora, rabló rendszer, ez van érvényben. És ezért kellene megadni abba a jogba, hogy az adósok jogainak a világrekrelációja, hogy aki már visszafizette az adósságát, mondjuk egy tisztességes valamivel, amiből a a pénzrendszert működtető intézmények tisztességesen megélnek, akkor utána mondhassa a hitelezőnek, hogy köszönöm szépen, eddig fizettem, most már nem fizetek. Csak. Miért? Mert jogomba hozzá. Na most. Hát én ezt, ezt csinálnám. Világos, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. De azért azt látni kell, hogy ez a rendszer. Ez működésképtelen. És valójában, amikor megtapasztaljuk, hogy bendítják a teljesen hazug klímapolitikát, na itt én nem arról beszélek, hogy, hogy, hogy nincs a klímaváltozás, de az, amit bevezettek, az azt jelenti, hogy egy új, új ből tudtak áru. Megjelent egy új árucikk, amit állandóan az árát lehet emelni, és ez ugye a, a klímatisztaság. És ez végtelenig emelhető, nincs határa neki. Tehát csináltak egy óriási üzletet, indítottak be. Ezt is a részleteit el kellene magyarázni. Ez olyan, mi, olyan mint hogyha ha tudnák, eladnák nekem a napsugarat. Egyelőre még nem tudják eladni, de ez is megtörtént. Úgy, mert kérdem én, mert kérdem én, ki a nap? Nem, minden, nem, nem minden Akkor, és a nappal összefüggő klímaváltozás. Hogyan lehet belőle olyan üzletet csinálni, mint amilyen a, Bűnbocsátott cédula volt. Mert azt is egy medici, egy, egy, egy velencei bankár családból kinőtt, ugye a mediciek voltak, ugye, Firenzébe, ba ugye, hát kormányzók, főhercegek, de volt pápa is. Pont, pont abban az időben, amikor egy magyar is pályázott a, a pápai trónra. És? El volt adósodva a Vatikán, rengeteg épületet nem tudtak finanszírozni, ott álltak félig elkészülve. És mit talál ki? Hogy legyen egy olyan áru, amiért sok pénzt tud kapni. És kitalálta, hogy egy ilyen áru a bűn. Kis bűn, kis, kis meg bűnbocsátó cédula, nagy bűn, nagy megbocsátó cédó. És így csinált pénzt magának. Egyébként csodálatos dolgok épültek a bűnbocsátó cédulákára. De miféle dolog ez? Kérdem én? Hát miféle dolog ez? Hogy a pápa így csinált, na azért, na itt van, itt lehet megragadni, hogy milyen mi az a Talmudból kinőtt értékrendszer és elvrendszer. Mert ez mind benne van a Talmudban. És ezért van az, hogy a Talmudot akár tetszik nekünk, akár nem tanulmányozni kell. Ha meg akarjuk érteni, hogyan gondolkodik az államok feletti világhatalmat gyakorló szupergazdag bankári közösség, mert ők, mert ő kabalisták. És ezt köve, és számukra nincs értelme a világtörténelemnek a, a Talmud nélkül, mert a Talmudban van a világtörténelem értelme. És ez az, hogy megszülessen ez az egyvilágrend, mert akkor érzik magukat biztonságban. Mert akkor akkor már nincs olyan erő, amely szembe tudna szállni velük. És akkor már el tudják érni, hogy a világ lakosságát fokozatosan, hát nem csak a felére, mert már több helyen vannak dokumentumok, hogy 500 millióra akarják lecsökkenteni. És az 500 millióra való lecsökkentés, ez egyik módszere, az elhozta, a táskában van, de most nem veszem, már Kissinger és a többieknek a, a nyilatkozatai, amiben beleg van, hogy ezekkel az injekciókkal mi bevisszük mindazt, amire szükségünk van, hogy a világ népessége fokozatosan csökken egészen 500 millióig. Ezt ők megmondják. És miért mondják meg? mert már köpnek rá, hogy milyen, mert már megtehetik, mert már olyan erősek. Most itt azért hagyom abba, nem hagytam a fejet, de hát arról volt szója, akár. Tessék, na holt már a, a szegény hold az az ott már bizniszellek, ott már, ott már megy, a, megy, megy az ingatlan biznisz. Jó, akkor a folytatásnál én szeretnék arról beszélni, hogy Milyen uh, megoldás a háború? Tessék. Milyen megoldás a háború? Ahogy. Arról is igen. De azért szeretnék beszélni, mert az, mert az igen, de az átment egy. Egy igazi megoldást, egy stabil megoldást, az azt jelenti, hogyha az emberi agyat meg, meg tudom ezt az ellenőrzésem alá tudom menni, hogy azt tudok, azt tudok csinálni vele, amit én szeretnék, amit el akarok érni. És ezért hozták Kolorádóban, Kolorádó államban létre az ő saját vatikányukat. A papír, amit kivettem, itt ez, ez még, és legalább tíz ilyen. Ez erről a bizonyos Kreston Bakáról szól. Creston Baka. Ez az új világrendnek a fővárosa. És az emberek nem tudnak róla semmit. Én úgy, úgy látom, hogy itt senki nem tud. Itt van az új Vatikán. És itt van ennek az új világrendnek a fővárosa. Kolorádóban, Creston Baka. És egy hatalmas birtok persze, és alatta egy hatalmas föld alatti város, ahol autóval közlekednek, tehát nem kicsi. Mert abban az esetben, hogyha probléma van, akkor azért keresik a biztonságot. És ugye itt, itt, itt csak úgy zárójelben meg kell jegyezni, hogy hát egyesek szerint csak 400, mások szerint csak 600, de én már olyat is olvastam, hogy 800 FEMA tábor van. Federal Emergency Management Agency. FEMA. Na ez micsoda? A FEMA táborokat 20 éve építik, a legkisebbbe, Kaliforniába, és elfér 25 ezer ember, és, és minden ott van, ott vannak a lakóhelyek, ott vannak a szerszámok, ott vannak a koporsok is. Tehát mondtam, a legkisebb elfér 25 ezer. A nagyobbakba 100 ezer, de a legnagyobbak az Alaszkában van. Az, az Fairbanksnél akkor a FEMA tábor van, hogy két millió ember elfék benne. Ott volt hely Alaszkába. És ott két millió, mert hát Alaszkának a lakossága az 36 millió. Ugye? Tehát nem egy, nem egy túl nagy város, és az, az a második legnagyobb városa Alaszkának. És ott van egy ekkora felmadtábor. Kinek, kinek épültek ezek? Kik lesznek a lakói? Nagyjából én már nagyjából tudom, hogy kik. Úgyhogy akkor, amikor, amikor olyan eh, engedetlenség lesz, hogy polgárháborúvá fejlődik, és, és ennek a beindulása, előkészítése, ez folyamatban van. Hát a, a, a anti fák, akik profi Zsordos hadsereg, hadsereg adta, és mindig oda mennek, ahova kell, jó fizetést kapnak. Antifasiszták, ugye? Hát ezek az antifák bárhova mennek, tűrnek, törnek, zúznak. És nagyon alkalmasak, amikor polgárháborús viszonyokat kell teremteni. Szóval fölépült körülbelül, maradjunk a kisebbik számlát 600 fematábor. Rengeteg, milliók férnek el benne. Na most gondoljuk el, ha kötelezővé teszik az oltásokat, és hoznak olyan törvényt, hogy aki ennek ellenáll, hát az megy a fematáborba. És megmondják neki, hogy ha nem vagy hajlandó mégis az, az rendszeres oltásokról van, nem egy oltásról. Folyamatos, mindig lesz ilyen oltás, olyan oltás, ami mindig lesz. Akkor mész a fematábor, Vagy fematából, vagy oltás. Az oltás viszont, ugye már elég sok dokumentum megjelent arról, hogy bizonyos oltóanyagok manipulálva vannak. Nem mindegyik. És nem, mindegy, nem mindegyik van egyformán. De már számos bizonyíték van arra, hogy az oltások következményei súlyosak, negatívak, súlyos betegségek, sőt halálesetek. Vagyis folyik, mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy folyik egy világháború, az emberi tudat és az emberi léleknek a kontrolljáért. És ide beletartozik az, hogy kifejlesztették MK Ultra és a hasonlók. Most sok ilyen volt. A legfejlettebb módszereket arra, és, és bizony a legjobb egyetemeknek az orvos kutatói ebben részt amivel a legkülönbözőbb módon már távolságból és lézersugarakkal mindennel az emberi magatartást meg tudják változtatni. Tehát itt, amikor az egyen, emberi tudat felett ki kontrollról van szó, itt nem a, az, hogy a, a sajtó, hát, természetesen az övék, hogy az propaganda kampányt fordít, propaganda az, amit terjesztés, és nem, is, és nem a, 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 az objektív híreket. Már rég nem így van. nem Az ő tulajdonuk. És a sajtó alatt most értem az elektronikus sajtót is. Tehát beleértem a rádiót, televíziót, internetet, stb. Tehát itt arról van szó, hogy folyik a harc, mert már megvannak ezek a módszerek már lehet valakit teljes mértékben egyénileg, távolból, az ő tudta nélkül irányítani, kontrollálni, és az, az a módszer is megvan már, hogy lehet egy, egy kollektívát, tehát egy nagyobb létszámú közösséggel is, ezt meg lehet szenni, mert tudják, ugyancsak különböző lézer és egyéb technikákkal tudják az időjárást úgy alakítani, hogy ez a hatás bekövetkezik. Ez megvan, ez me Én most nagyon röviden mondok erről, de, de higgyék el, erről ott óra hosszat lehet hogy beszélni, végigmenni a programokon, meg a módszereken. Én ugyan írtam egy könyvet, 18 évvel ezelőtt az volt a címe, hogy Tudatmódosítás. Na most ez a Tudatmódosítás valójában egy dokumentumkönyv, mert az addig, Elérhető, ilyen tudatot befolyásoló módszerekről az addig elérhető dokumentumokat összeszedtem, és összeraktam, és ebből lett a könyv. Tehát nem én találom ki otta. Ezért is van az, hogy tulajdonképpen két egyetemen ajánlott olvasvány, a Műszaki Egyetemen is ajánlott olvasvány, és a Orvos Egyetemen is. Tehát de ez már rég elavult. Már már, már ennél ezerszer e, 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 ha, hogy hatékonyabb eszköz, és ezeken kellene végigmenni. Én összeszedtem már rá az irodalmat. És, de ez, ez legalább öt óra. Most maradjunk abba, hogy óri, óriási, óriási lépteket tettek előre az emberi idegrendszernek az, az agy működésének a számukra kedvező befolyás alatt. Meg tudják csinálni. Tömegesen meg tudják csinálni. Bizonyos fokig ez összefügg azzal, hogy, hogy mindennapos gyakorlatát, márról van szó, hogy most tiltakozok az oltás ellen. Itt azt akarják, hogy mindig legyen oltás. Mert az oltás az egyik legjobb, eszköz arra, hogy olyan mini, tehát egészen picurka, nano méretű tehát csípeket, hogy így fejezzem ki magam, tudnak bevinni. Robotok. a is. Robotoknak is lehet mondani. Igen. hogy ezeknek révén, úgy mint a GPS, tehát te teljesen tudják kontrollálni azt a szemét. Kész. És és ez ez mondom, nem, ez nem valami, hogy majd jövőbe. Ez ma van, ez ma, és már csinálják. És sok, sok, nem tízezret mondok, sok százezer ember felett már csinálták is, a tudta nélkül. És, a be, és, és, és anélkül, hogy, 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 hogy erről ehhez tőle engedélyt kértek volna, hozzájárulását, és, ahelyett, és anélkül, hogy ez a szerencsétlen tudta volna, hogy egy ilyen befolyás, és erre összeszedtem a dokumentumokat. Ez így van. Tehát folyik a harc. De nem, ez a, nem csak ez a harc folyik. Mert, mint mondottam, Creston bakába, a újvilágrend fővárosában, amiről, nem hallott senki, ugye, Colorado. Ez Colorado államnak az egyik legszebb részén van, gyönyörű helyen. Ör, tulajdonképpen közel van hozzá Észak-Kalifornia és Oregon, szóval abban a sarokban van benne. E, Elképesztően szép vidék. Itt óriási birtokot vett Maurice Strong. Na most Maurice Strongról, hát többek között a Szalcsőbádani tanácskozáson 1973. májusában őt bízták meg, hogy indítsa el a, a zöld kampányt. És hát óriási pénz, ő eleve saját maga, sokszoros milliárdos, de rengeteg pénzt még adtak neki, hogy ezt be, és beindí, be is indította eleinte, eleinte e, e, nagyon fontos volt például, hogy, hogy a, az úgynevezett harmadik világ országaiba megszüntessék az atomreaktorokat. Mert ugye ott határozták el, hogy a négyszeresére veszik a kőolajat, meg a földgázt, a fölépülnek az atomreaktorok, atomerőművek, ott van az orsó, ki a fene fogja a drága kőolajat, és a földgáz megvásárolt. Tehát ezt Boris Strong megkapta. De most az ő nyomán, ugye Jóska Fischer és a többiek ott Németországba beindították szintén az atomerőművek elleni, és Német, tudni kell, hogy Németországban voltak, és sajnos még pár napig vannak a világ legnagyobb, illetve a legjobb, legjobb atomerőm. Nincsenek jobbak. Franciaországban pedig már akkor is volt 56, aztán volt 57, most megint 56 van, mert valamelyikkel probléma volt. De lényeg az, hogy tüntettek, hogy izé egy csomót le is, meg le is állítottak. És aztán, mikor volt Japánban, ugye, ez a katasztrófa, akkor a Angela Merkel, aki egyébként a foglalkozására néve atommérnök, ezt tanulta, ezt a szakmát tanulta, az, az összes, atomű, összes atomű beszárását rendelte el, és az új kormány ezt már jelezte, hogy végre is hagy. De amikor elkezdték ezt a tüntetéseket a Jó, Jóska Fischerék, akkor én éppen Kölnbe voltam az egyik tüntetésen. És oda mentem hozzájuk, hogy most mi van itt? a legjobb, mert én, hogy mondjam, én nekem az atomerőm egy kicsit közel állt hozzá, majd mondjam meg, hogy miért. Hát én az erőmű beruházási vállalatjogi jogi osztályaként azt állja a vezetőjeként. Hát én jártam Moszkvába az atomerőmű szerződés megkötésre, a garanciális részeket én készítettem. És, és hát ugye valamit, valamit mégis csak tud, nem mi vagyok én atomszakért, de valamit csak tudtam róla, meg kellett tudni. Persze voltak mellettem atommérnökök, de a tárgyalás oroszul ment, tehát oroszul kellett tárgyalni. Úgyhogy az oroszul ment. Úgyhogy Úgyhogy, tehát én nekem bizonyos fogalmaim vannak az Sőt, ugye az a, Lublini a, a a, Lub, atoművőt, és a gyár amennyi, hat évig voltam jogi -osztályvezető, ők szerelték. És ott is jártam ki, mint jogász többször. De azt azonnal lebontották. Azt az, az NDK-ban van. Most az, ez az a rész, ahol a áramlat kettő beköt az állam, a, a, ez az északi állam kettő, ott tér véget. Na, menjünk. Tehát én valamit konyítottam a és mondtam nekik, hogy ez egy butaság, hogy ez ellen tüntettek. És akkor mondtam, hát a legbiztonságos. Igen, de rá, rá egy lepülőgép. És akkor, és akkor, itt minden, mindent elpusztít a, 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 a Lényegében a, a, a. Hát igen. És, és akkor mondtam neki, de te tudod, hogy hány atomerőmű van Franciaországban a Rajna másik partján? Ő nem tudja, hát én megmondom neked, hogy 56. És arra nem eshet rá egy, egy, egy repülőgé. Hát 56-ra inkább ráesik, mint 6-ra. És akkor mi van. És akkor jön az atomfelhő és megáll a Rajnál, rajnánál és nem megy tovább meg, mint Fizuma Németországban. Ezt mondtam nekik. Úgyhogy úgyhogy e, e, e persze erre nem tudtak mit mondani. Én akkor persze már Szabad Európa állt, úgy, úgy voltam ott de ott én úgy szerepeltem végig, mint amerikai, mert amerikai útlevéllel mentem és New Yorkba, és akkor már bejelentett jogtanácsos voltam New York államban. Ma is az vagyok, érvényesen. Úgyhogy, tehát vissza, visszatérve a fő, fő vonalhoz. A fő vonal az, hogy olyan módon tudják már az emberi agyat, és az emberi idegrendszer uralni, hogy az példanéküli. És ez hozzájárul az, hogy fölépült és működik Creston bakába, tehát az újvilágállam új fővárosában, a Vatikán. Mit csinál? A világ összes vallása és ezoterikus ezoterikus egyesületei. Több mint száznak ott van a képviselet. Tehát itt, itt kezdve a tibeti lámáktól a, a New Age, tehát a New age ez a minden, a sátán, minden ott van. Katolikusok is ott vannak. Az összes protestáns egyház ott van. Tehát ott vannak mindenkinek, minden gnosztikus ott van. Tehát, eh, eh, hogy is mondjam, eh, olyan eh, képzés folyik, hogy a világnak ezek a különböző vallásaiból összegyúrjanak egyetlen, szinkretikus világvallást. És ezért kellett a katolikus egyház élére is egy szabad zsidót tenni. Mert ugyanis Ferenc pápa, aki az első jezsuita pápa, és a jezsuita rendet ez a zsidó Kapcsolatrendszer hozta létre. Ő találta ki, és mindig ők pedig. Pénz, pénz, pénzkezelésre használták, mert ez, 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 ez egyházi adómentesség nagyon jól elősegítette a seftelést nagyba. Ezek, ez nem azt jelenti, hogy minden Jerzsúlyta ilyen. Nem. És azt jelenti, hogy minden a főnök ilyen volt, de néhány nem ilyen volt, azt mondhatom. A túlnyomó többség ilyen volt. És néha volt olyan, aki valamilyen okból mégse az volt. Ez. Na most, de a mostani pápa az ugye szülei azok olasz zsidók voltak, akik kivándoroltak Argentinába, és, és a, a, a ugye az, az, az hát papi pályára lépett, és még püspök volt, amikor egy angliai szabadkönyves pályába belépett. Angliaiba. Most is annak a tagja. Úgyhogy azért volt szükség arra, hogy a katolikus egyházat is az ő emberük vezet, a, a valódi pát, pát azt, ugye, de Ratzinger bíboros, nagyon jól ismertem, mert akkor volt bíboros Münchenben, amikor én ott dolgoztam egy nagyon művelt ember, és, és, egy kiváló, az nem véletlen, hogy Vojtila pápa, ugye a Szent Második János Pál, az őt jelölte ki utódának. Mert, mert ő volt a, a, a hittani kongregációnak a vezetője évekig a az a Vatikán az egy állam is. És a hittani kongregáció vezetője az a miniszterelnök. Tehát az államfő a pápa, tehát mondom, egy állam is. Ha az államot veszük, akkor államfő a pápa és a miniszterelnök a hittani kongregáció vezetője. Na ez volt a Ratzinger. És egy kiváló, művelt pápa volt. És megmondták neki, hogy megmondták neki, hogy mondjon le, mert ha nem mond le, akkor az első János Pál sorsára jut, akit ugye, mivel hozzányult a pénzügyekhez, hát lényegében este még aláírta 25 szabadkönves püspöknek a, a leváltását, és reggelre pedig már meghalt. És úgy néz ki, hogy olyan olyan gyógyszert adtak be neki, amitől szívjifantus, de nem lehetett, nem engedték meg, a, a nem, nem lehetett, tehát, tehát Olaszországban az a törvény, hogy aki olasz területen van, azt, és ha így hal meg, azt fel kell boncolni. Azonnal hármas koporsóba eltemették, és nem engedték meg a felboncolását. Na, Szóval, szóval majd maradjunk úgy, hogy egy ilyen pápánk van most, Na, én egyébként református vagyok, de a feleségem katolikus. Ne törődjünk ezzel, mi a szerető Isten eltörődjünk. Az a kell törődni. A szerető Isten, Jézus szerető Istenével kell törődni. Ez, ez, erről van szó, nem a pápával, meg akárkikkel, nem, nem. Na most menjünk tovább. Ez azt jelenti, hogy, hogy mindenhová egyetemekre oktatónak, itt kib kiképzett e, embereket juttatnak és visznek előre. És így lehetséges az, hogy egyszerre meghűl szinte minden amerikai egyetem. És kitalálják, hogy, hogy hát ez az LMBTQ dolgot kitalálják, meg hogy, meg hogy fehérnek lenni az bűn, meg, 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 meg hát minden. És ez elfogadják, és ezt oktatják. És, és, és zuhanó repülésben van az amerikai egyetemek színfonala. Mert, mert most már nem azt szerint vesznek fel, hogy mi a teljesítményed, hanem például milyen a bőrszíned. De most a feketét preferálják. És, de nem, nem csak erről van szó, hanem minden más helyre, például a sajtóba, a saját embereiket rakják. De a hadseregben tisznek is. És el tudták érni azelőtt, homoszexuális nem lehetett katona. Ne kell Most meg, most meg, ha homoszexuális, akkor, akkor előnyt élvez. És ehhez hasonlok. El tudták érni. Úgyhogy, tehát folyik, az amerikai társadalom tudatának az ellenőrzés alávétele minden oldalról, és annak az előkészítése, hogy bevezetik a világdiktatúrát. És annak, hogy ezt még nem tudták megtenni, annak az az oka, hogy van egy Kína és van egy Oroszország. Na már most Oroszország a Földön volt. Egy óriási ipara, gazdasági teljesítménye lesüjjett Olaszország címonára Olaszország és Oroszország ugyanaz volt. 99. Ekkor jött a Putyin. Na most a Putyin azért választotta a fegyveres erők, mert az a disztóság történt, hogy nem csak a pedagógusok nem kaptak például a fizetést Jelcin utolsó éveibe, hanem a katonatisztek. Volt úgy, hogy fél évig nem kapott egy-egy hadosztály tisztje, nem kaptak fizetést. Na, hát szóval ez, ez sokáig nem megy, úgy, hogy ők megkeresték ezt a pugyint és ezt odavitték, először ugye privatizációs miniszter volt, utána miniszterelnök lett, utána elnök lett. Na, most Ebben az időben a Putyinnak az volt a célja, hogy Oroszország belép a NATO-ba. Ez volt a célja. Belép a nato és, és így lényegében a NATO mindenki lesz. Össz, e Európa összes áll. De többször is kérték a felvételt, de mindig visszautasították. Tehát kiderült, hogy a NATO az Oroszország ellen létezik. És, és valójában az lett volna a fel megoldás, hogy varsói szerződés. Felbomlik, hát bomoljon fel a NATO is. És hát felbomlott a KGST, az Európai Gazdasági Közösség nem bomlott fel, akkor már úgy hívták, mert közös piac volt korábban. És és ez mondjuk megmaradhatott volna. Vagy nem baj, hogy úgy történt, ahogy történt. De Oroszország ezután átélte azt, hogy az ígéretek ellenére a NATO elment egészen a határaig, gondoljuk a Baltikumra, mind a három balti állam. Tehát Tallinn, Riga és Vilnius, az már mind, ugye? És, és most eldöntötték, hogy Ukrajnát is beveszik a nato -ba. Most nem akarok a grúziai dolgokra, mert túl, túl sok lesz, de ezt az Ukránt még elmondom, mert ez még tart. Hát ezt még elmondom. Az van, ugye Ukrajnában, hogy amerikai pénzzel csináltak két színes forradalmat. 5 milliárd dollárt költöttek rá, ezt Victoria Nuland mondta meg, aki az egyik főszervező volt az Obama kormány idején, utána most ugye ez négy évig szakértő volt, de most megint ugyanazt a pozíciót tölti be. Ugyanúgy az a külügyminiszter helyettes, aki Európa tehát Európában van illetékes. És ez a Victoria Nuland szervezte meg a 2014-es államcsint. Ő gyakran személyesen is részt vett. Én erről, hogy mi történt, 2014-ben könyvet írtam. Nekem van egy könyvem erről. És nagyon utána néztem a dolgoknak. Én még azt is megírtam, hogy melyik tüntető mennyi dollárt kapott az amerikai követségről, és hogyan jött össze az a pénz. És hogyha valaki vezette a tüntetőket, meg az azt az majdnem tízszer annyit kapott. Nos, és az is megtörtént, hogy Jayad Piaf, így hívták az amerikai nagykövetet, Jayad Piaf, kapott egy telefonhívást két, két héttel a pucs előtt Viktoria Nulandtól. És Viktoria Nuland kezdte mondani, hogy racenyúk lesz a miniszterelnök, ez lesz a Nemzeti Bank elnök, lediktálta a követnek, lediktálta. Erre megszólal a követ, hogy de hát mit szólnak hozzá, az európai, hát itt jártak, itt járt a német külügyminiszter, a francia. És erre azt mondta, hogy fuck the EU! E ezt válaszolta. Na most ezt honnan tudom én? Mert azért, mert ez, ez a beszélgetés, ez le lett hallgatva, és valaki föltette a, a az itt, a, én meg leszettem onnan. Mert nekem ma is megvan, az ő hangjával, minden. Fagdi, azóta én úgy is hívom, hogy Lady Fagdi Úgyhogy úgy, Victoria, Victoria, Nuland, aki egyébként Robert Kagánnak a felesége, az a Robert Kagán, aki annak a neokonzervatív agyrösznek ma az egyik vezetője, amely neokonzervatív agyröszt úgy történik, úgy jött létre, hogy korábban trockisták voltak. Na most Lev Bronstein Trocki, eredeti neve Bronstein. Tehát Lev Bronstein Trocki az, az a, legszélsőségesebb szélsőségesebb bolsevik volt. Hát ő, hát ő volt az, aki a permanens forradalmat, hát aki járt Foxy Maxira, az biztos hallott erről, hogy ott tanították a permanens forradalmat, ami azt jelentette, hogy világforradalom, proletárus, proletáriátus világforradalmára van szükség, persze a szupergazdag zsidó bankárok vezetősével, mert az egy nagyon jó rendszer, mert ugye arról lett volna szó, hogy nincs vagyon, amit most akarnak, senkinek ne legyen vagyona, nincs nincs szervezkedési szabadság, nincs semmi. De, de, van világ, proletáris világ, de hol van ma ez a proletáriatus, ugye? Hol van? Hol van a proletáros? Hát itt úgy volt, hogy világhatalomra kell, most meg nincs proletáros, de mindegy. Szóval nem csak az Magyarországról beszélek, hanem világszinten beszélek. lényeg, lényeg az, hogy ez a trockista szélsőségesen, hiszen a Stalin azon veszett össze a trockijjal, hogy, hogy a Stalin meg azt mondta, hogy nem, először a szocializmus épüljön föl a világ egyhatodá, és majd utána fokozatosan hódítsa meg a világot. Trotsky meg azt mondta, hogy egy permanens forradalom kell. Na most ezek a trockisták szinte egyik napról a másikra, ez 1970-es években zajlott le. Én a folyamatnak a végén már ott voltam Amerikába. És nem is értettem, hogy miről van itt szó. Nem értettem, hogy lesz a trockista neokonzervatív. És próbáltam fölfogni, de nagyon nehezen ment. És öh, ők lettek, ugye, a legkonzervatívabbak, sőt, ugye még, még, még vallási vonalat is visznek, és azon kívül, mint neokonzervatívok, fölvállalták a pörmánes forradalom terjesztés helyett, a pörmánes demokrácia terjesztését, nagyon demokratikus módszerekkel. Lásd, Afganisztán, Irak, Szíria, Libanon, Szomália, Eritrea és itt tovább. És még itt a szomszédban is. Mert ez a társaság volt hatalmom, amikor a NATO azt a biztonságot megcsinálta, hogy bombázta belgrádot Meg, meg novisszállott magyar területeket. És milyen alapon? És milyen alapon? Ki adott erre neki ki adott erre neki? Mondjuk meghívást. Mikor hívta a szerb kormány, hogy gyere már meg minket? Ki vagy ki? Hogy? Ennyit erről. Folytatom a... Szóval ez a Viktoria Nuland, tehát Lédi Fagdi EU, az, az lényegében úgy elérte a szenátusban, meg a képviselőházban, hogy támogassák azt, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen. Na most, már mondtam, hogy ez ellen szól, hogy mit ígértek, és ez ellen szól az isztambuli egyezménybe az a, az a passzus, ami úgy hangzik, hogy egyik állam se, tehát az aláíró államok közül, ott volt Ukrajna egyik állam se növelheti a biztonságát, a másik róvására. Mert, ez, mert erről van szó a teletőm, NATO fegyverekkel. Ezért és, és négy perc alatt már lőni tudom. Mert, és négy perc nem elég arra, hogy a, hogy a védelem egyáltalán bekapcsolja. Szóval egy életveszélyes Oroszország számára. Hogy, és, és természetesen az lenne a megoldás, hogy, hogy U Ukrajna olyan legyen, mint Finország. Hogy nem a NATO tagja, és legyen a NATO tagja, ne, ne, ne legyen ö, ö, Oroszországnak a része, ám bár ez is egy rendkívül furcsa dolog, mert ugyanis az orosz államnak, az orosz társadalomnak a szülőföldje a kievi rusz. Ott, szelet, ott született Kievbe. Oroszország. És, a, és, és tulajdonképpen a nagy Oroszország határterületének nevezték. Azért hívják Ukrajnál. A határnál. Vagyis Oroszország, igaz, hogy ott van egy nyelvárás, az ukrán nyelv, de attól ez még az orosz népnek a része. Vagy a keleti szláv népnek. Maradjunk így, hogy a keleti szláv nép. És tehát valójában egy ostobaság volt, hogy 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 amikor felbomlott a Szovjetunió, ez, ez, ez elszakadt Oroszországtól, mint hogy ostobaság volt, hogy se. Azok is csak egy kicsit különbözik, egy kicsit különbözik a, a nyelvük, de tökéletesen értik egymást. És fölösse, És a, a, a szózseni cín meg is írta. Mert ő annak volt a hív hogy, hogy ne legyenek a Szovjet Birodalom, ne legyen. De azt megírta, hogy, hogy Ukrajna, meg Belarus, hát maradjon, mert ezek, ezek, ezek testvérek, egy család, ez maradjon együtt. Szózsenyicének volt igaza, ő ezt megírta. Úgyhogy na menjünk a, a, a tovább a mai helyzetre. Ma az a, az a helyzet, hogy, hogy mivel pucsot csináltak, és a pucsba. A, még egy valamit, egy mondatot, de én megírtam a könyvembe, de másod, nem lehet olvasni, hogy körülbelül négy napra megjelent egy repülőgép a, a Kijevi repülőtéren, odahozták a, az ukrán állam összes aranyát, aztán 35 tonnát, főrakták a gépre, és az elvitte New Yorkba. Ezt me megírták a hongkongi lapok, me megírták Szingapurba, aztán néma csönd. De én, én ezeket a lapokat megnéztem. Hát angol nyelven. És megírtam a könyvbe. És senki. Ne. Tehát kirabolták. Azt, amit befektettek, 5 milliárdot, már azonnal vissza is vették. De és és ott volt a pucs. Na most, mivel Viktor Janukovics elnök, aki akkor Ukrajna elnöke volt, és már vagy öt éve elnök volt, az egyensúlyozott ilyen finn, mert a kelet Ukrajnába orosz többség lakik. Mert kelet-Ukrajna egy rúrvidék, erősen iparosított, nagyon művelt lakossággal, sok mérnök van meg ilyesmi. És ezt, ez a vidék, ez úgy kell, ez sose volt ukrán, ez úgy került oda, hogy amikor még Lenin idején akartak csinálni egy, egy ukrán államot, ukrán-szovjet köztársaságot, de ne, ami egy, egy a, a, proletáros diktatúra, de nem volt proletáros, csak, csak izék voltak ilyen tulajdonképpen földbűvesek, mert egy mezőgazdasági állam volt. Erre föl Lenin azt mondta, kell proletáriátus, hogy a proletáriátus hát uralma érvényesül, és a tele munkással levő Dombászt oda csatolta Ukrajnához. Így került dombászt, vagyis a két tartomány Donetsk és Lugansk, így került Ukrajnához. A az mindig orosz volt, mindig. Egy, és ma, ma is kb. 80 ig 70-80 között orosz anyanyelvű orosz lakosság lakja. Na most ezt a félszigetet, amikor Khrushchev lett az egy, SKP főtitkára, vagyis az első ember, akkor, és ő Ukrán volt. Hát ezt a félszigetet oda csatolta Ukrajnához. Na de ezen, itt nem csak arról, hogy ez egy gyönyörű, szép terület, hanem itt van Szevasztopol. Na most Szevasztopol volt a Szovjetuniónak is, meg a mai Oroszországnak is, az egyetlen fekete-tengeri haditengerészeti támasz, vagy nincs neki más. Ez az egy. Úgyhogy korábban is úgy volt, amikor még Ukrajnához tartozott, hogy Oroszország bérelte. Mert nem tud, nem tud, a, nem tud nélküle működni. Na most az történt, úgy, hogy gyorsan lóhalálába szerveztek egy népszavazást, és a népszavazás elsős többséggel megszavazta, hogy, hogy a Krím Oroszországhoz visszamegy. Ugye 54 ben ment el, most visszajött. Na de, na de. Jön az ukránok, azt mondják, a kieviek, a pucsisták, hogy ez agresszió, mi követeljük vissza a Krimt, és követeljük vissza Dombászt, vagyis a két tartomány. Na most a két tartomány erre azt mondta, hogy ha ti elzavarjátok a törvényesen és a mi szavazatunkkal is megválasztott elnököt, akkor mi nem engedelmeskedünk nektek. Egészen addig, amíg nincs egy rendes választás, és újból mondjuk a Janukovics, akár a Janukovics is visszatért, aki ugye elmenekült Oroszországba. És erre föl, mivel, mivel nem voltak hajlandók szobálni velük, erre föl ezek azt, azt tudták, hogy mi kikiáltjuk a függetlenségüket, és most ők magukat független népköztársaságnak tekintik. Az egyiket úgy hívják, hogy Lugánszki népköztársaság, a másikat meg úgy, hogy Donetszki népköztársaság. Igen ám, de hát ez nem tud létezni csak úgy. Ukrajnál volt, el van szakadva. Ez azonnal kérte a felvételét Oroszországhoz. Látták, hogy Krím Oroszországhoz került. Hát ugyanúgy, ahogy a Krím, ők is visszatértek, eredetileg is Oroszországhoz tartoztak. De ezt a Putyin nem fogadta el. De már most. Miért nem? Én elmondom, hogy miért nem. Abban sok ráció van, hogy nem fogadta el. Mert a proti azt mondta, elsősorban, mert oda ment az ukrán hadsereg, akkor el, 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 először még szedetvedett hadsereg, és ugye ráadásul egy erősen ö, a régi náci időkből azok az ukránok akik gyűlölték a holodomor miatt amikor Sztálin mesterségesen halára élvez több mint 6 millió ukrán. De olyan éhénység volt hogy megették a gyereküket egyesek. Csak hogy csak hogy legyen fogalmunk róla. Ilyen éhénység volt. Ez, tehát, tehát szörnyűség volt és ezek az ukránok eleinte felszabadítóként fogadták a Hitlert. Csak a Hitler faji alapon ment, és, és ez a dolog nem ment. De mégis ezek, hogy úgy a most náciknak nevezik őket. Most ezek a nácik összeszövetkeztek az ottani zsidósággal, tehát minden vezető zsidó van, aki külföldi zsidó, és úgy, miniszter, azonnal kap példásságot. de a második szint az már ezek a szélső jobboldali, egykori hitlerista, tehát ilyen szervezetekből adódnak. Na most ezeknek a szabad csapitai mentek, hogy visszafoglalják Dombászt, de a Dombászják, mondtam már, ez egy művelt nép, mert, mert rúrvidék. Ezek visszaverték, mindig visszaverték. Persze kaptak segítséget Putintól. Na most Putin milyen megoldást akar látta, hogy Ukrajna teljesen kivarabolva, egy teljesen tönkretett ország, egy csőtömeg. Na most, ha ő ezt elfogadja, akkor nem csak, hogy agresszor, de neki kell ezt a csőtömeget tömeg, cső szanálni egy olyan Oroszországnak, amely, amely maga is a földre feküdt, és onnan tápászkodik fölfelé. Úgyhogy ő úgy gondolta, hogy azt próbálja kiharcolni, hogy a pucsisták tárgyaljanak a dombásziakkal, és adjanak nekik autonomiát. Igen ám, de ha a, 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 do, a, a Donetsk és Lugansk tartomány kap, autonómiát, akkor a többinek is kell. És ha sikerül Ukrajnát szövetségi államá átalakítani, Németország ilyen, mert ott a tartományoknak nagyon nagy autonómiájuk van. Én ezt tudom, hogy Bajorországban is a Bajor kormánynak milyen nagy hatásköre volt. És mégis működik. De Kijev ezt nem fogadtál, és, 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 én értem, hogy miért nem, mert a nyugatiak is tudják, hogy ha ezt elfogadják, ez az állam székes, szétesik. Nem kell elfoglalni. Magától mű, tehát magától megszűnik, darabokra huli. Úgyhogy igen, de ez idő kell. Ez, és kérdés, hogy van-e ennyi idő. Úgyhogy a, ezért most amikor, amikor az összeomlás előtt van az államok feletti hatalom, mert Kína fenyegeti gazdaságilag, Oroszország pedig már hivatalosan, hivatalos doktrina, hogyha kapnak Európából rakétát, az őrökitájuk New Yorkba, meg Washingtonba, meg Chicagoba fog kitöltni, mert meg tudják már csinálni. Tehát, tehát itt arról van szó, hogy folyik a küzdelem, tehát az ukrajnai konfliktus, az az Európa feletti uralomért folyik. Mert hogyha sikerül belerántani Oroszországot, hogy valamilyen módon fegyveresen beavatkozzon, akkor agresszor, akkor rá lehet kényszeríteni az, az, e az európaiakra azt a esztelen fegyverkezést, ami már is elkezdődött, és szégyeljék magukat a zöldek, hogy erről soha nem beszélnek, mert a legnagyobb környezet szegyeződés az a fegyverkezés, mert ugyanis nem, semmi értelme nincs a fegyvernek. Azért nincs semmi értelme a fegyvernek, mert a fegyvert nem lehet hasznosítani. Mert mi a fegyver hasznosítása? Az a háború, vagy gyilkolok vele. Vagyis a fegyvernek az a dolga, hogy semmi, hogy, 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 hogy aztán elavuljon és eldobják. Igen, ám ugye de egy, orsz, orsz, egy óriási hadipari komplexum érdekelt a fegyvergyártásba, mert, mert nem lehet elszámoltatni a pentagodot. Trilliárdok úsznak el ellenőrzés nélkül a fegyvergyártokhoz. Na, de hadd vissza Ukrajnához. Tehát arról van szó, hogy az Európa feletti uralomhoz az kell, hogy a NATO teljesen rátelepedjen az európai államokra, még azt a kis, kis mozgásszabadságot is elvegyék az egyes ország. Mindegyik állik fegyverkezzen, de ez, ez, de ez mumus kell. Ebből, ebből, ezért Oroszországból újból mumust kellett csinálni. Már megcsinálták. Ő a mumos, ő, ellen, ő, kell fegyverkezni, és, és ezért ezt fölismerte a Putyin, és ezért mondta, hogy hát álljon meg a menet. Most már a többi ország maradjon a nato de ez az Ukrajna. Ez maradjon olyan, mint Finország. Tehát ne legyen se a nato se az oroszország, mert Oroszországnak is van katonai szövetségük, aminek tagja például Belarus, meg tagja például Kazasztán. És, 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 és van olyan is, ugye, aminek tagja Kína. Tehát itt azért ott van a az, Osszá, az Osszá, ugye, a Organization a Shanghai és Szóval ez egy nagyon erős katonai szervezet is. Úgyhogy, úgyhogy, ezt akarta elérni, és, és ez azért is nagyon akarja sürgősen a nyugat, mert le akarják állítani a, a, kettes számú, tehát a északi áramlat kettőt, mert ott, van, ott maradt a nyakukon a rendkívül drága palagázból képzett, amiben először palagáz, utána abból olaj, utána, utána, utána az mínusz nem tudom ágyra le kell hűteni, csak úgy lehet áldozni, akkor, akkor újból ugye, az olajból kell csinálni gázt, szóval rendkívül költséges. És hogyha van északi áramlat kettő, akkor a palagáznak annak befelegzett. Az, az, nem kell, az eladhatatlaná válik. Tehát mindenféleképpen agresszort kellene csinálni Oroszországból. Tehát arra törekednek, na most a provokáció fennáll. Mert az a provokáció, hogy állig felfegyverkezték az ukránokat, most már óriási fegyverek van, és már nem csak védelmi, hanem támadó fegyverek is, azok is tele vannak tőle. most, ha ezek megtámadják a Krimfél szigetet, hát Oroszország kénytelen védekbe. Védekezés állandóan készülnek a Krimfélsziget megtámadására. Vagy ha meggyámadják a két tartományt, nem hajlandók tárgyalni velük az autonómiáról, hanem inkább fegyverrel visszaszerzik, akkor azt megint nem tűrheti Oroszország. Nem teheti meg a lakossága miatt. Az orosz lakosság főleábezett fő a Putyin ellen, ha ezt csinálná. Tehát nem teheti meg, hogy ne segítse őket. De hát ezt akarják, hogy belerántsák Oroszországot a háborúba, és ő az agresszor, és akkor a NATO, a NATO keresztül Amerika, és Amerikán keresztül a zsidó bankárok uralkodnak Európa felett. Kész. Röviden. Így. Úgyhogy, úgyhogy, ez nem könnyű dolog. Szóval nem, nem könnyű dolga, dolog, ami, amit Putyinak csinálnia kell. Mert neki, ezeket biztosodja, és mi ennél sokkal többet is, mert hiszen én csak egy olyan, <laughs> hát ugye olyan gondolkodó vagyok, aki egyedül gondolkodik, de hát ő biztos sokkal többet tud. És és én, én nagyon szeretném, ha ez az Európáért folyó harc, mert egyébként hagy említsem Otto Bismarckot. Bismarck, aki megcsinálta a nagy német birodalmat, az Egyesítést, és utána egy óriási fejlődést, egy, egy, egy fantasztikus utat tett meg. Németország Bismarck alatt. Na most ez a Bismarck mondta azt, hogy Oroszország nem lehet az ellenfelünk. Oroszországgal együtt kell működni, mert Németország csak itt tud fennmaradni. Mert nálunk itt van egy hatalmas technológiai tudás, ott van egy kimeríthetetlen nyersanyagbázis, és ez a kettő, ez egy legyőzhetetlen. Tehát ő, annak volt a híve, hogy Németország, amely akkor eljutott ahhoz, hogy a világuralomba leváltsa Angliát, és amelynek a megsemmisítésére indították be a egy külön kormány indította be. Nem a brit kormány, volt egy másik pogvány. A Londonban volt ez egy másik Alvréd, minden volt a vezetője, tagja volt William Sedlord Nathan Nátán e, e, Rothschild, és a külügyminisztere az uralkodó volt, hát Gerdvárt. És ezek készítették elő ezt a e, nagy háborút Németország meg se. De Bismarck azonban állandóan azt mondta, hogy Oroszországnak és Németországnak együtt kell menni. És, és most is erről van szó. Ha Oroszország és Németország együtt tudna működni a gazdaság életben, a kereskedelemben, másba is, tudományban, technológiában, akkor lenne itt igazán jó élet és biztonság. Na de ezt nem akarják. Hanem ha benne háborús bűnöst kell csinálni Oroszországból, ezzel rákényszeríteni az európaiakra, mi ránk magyarik a fegyverkezést, ami kidobott pénz. Mert még egyszer mondtam, nincs semmi haszna. Mert a haszna az, hogy gyilkolsz. Ami még rosszabb. Tehát ennél már rossz, jobbabb, ha a raktárba van, nem? Tehát, és, el, és elképesztő környezetszennyezés. Erről a fegyverkezés lábnyomáról mi nincs szó? Arról van szó, ha megszületik egy gyerek, annak mekkora a lábnyoma. Hát a fegyverkezés lábnyomáról nincs szó. Igen. Az a bismarck azt is eltitkolják, hogy 5 milliárd frank kapott jóvátételt a frankoktól, tehát a franciáktól, és ezzel építették meg a birodalmat. Hát de csak részben. Hát csak részben ebből építették meg. Mert ott azért nem, ott, hát eleve sokkal erősebb volt már a német ipar, mint a francia. Mert a franciákkal az történt, hogy lényegében 1789 óta, amit úgy hívnak, hogy nagy francia forradalom, nagy francia gyilkosság. Németországnak vagy közvetlenül, vagy közvetve szabadkönyves kormánya van. Még a Visi időszak sem kivétel. Még a Visi időszakban is szabadkönyvesek kormányoztak, mondjuk nem Párizsban, mert ott voltak a németek, de a dél, déli területeken, amit nem a németek kormányoztak, csak a Párizs környéki rész. Úgyhogy a Franciaországnak kizárólag szabadkönyves, közvetlenül, tehát eleve az illető szabad, vagy olyan valaki, akit a szabadkönyves, nem szabadkönyves, de a szabadkönyves rakják oda, azok rakják oda. És aki óra az mondja meg neki, hogy mit csinálja. Úgyhogy ez a franciáknak egy nagy hátrány, hogy ez így van. A németeknél most már németek a földön vannak, mert az, ahol a németek vannak, az, az ez nem, ez szóval a, a, Robert Kagan, a Victoria Nuland férje, ez a neokonzervatív, ez írta meg már, hát már, már megírta lényegében ezer, illetve 2015-ben, megírta, hogy, hogy újra német kérdés van. Mert, mert megint fennáll a lehetősége, hogy Németország együttműködik, és akkor nekünk végünk van. És ezért mindent meg kell tenni, hogy a németek ezt ne tudják megtenni, és ezért az első feladat, amit mi kezdetben is elleneztünk, hogy, illetve, hogy meglegyen, ezért Úszították rá a, 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 a harmadik Napóleont, aki Rothschild unoka volt, a Nátán rothschild volt a, a fia. A, a, az, és a, azért volt, mert tehát, a Bonaparte József felesége, ez mindig pénzavarban volt, ott éltek Hollandiába, és a szeretője lett a Nátán Rothschildnak és született egy gyerek, de a Bonaparte nevet viselte, de Rocsidót. Ez volt a harmadik Napóleon. Na most ezt ráúszították a németekre, hogy megakadályozzák a német egységet. És a németek tönkre őket. Úgyhogy, 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 ők nem, nem attól, az egy, ez, ez, igaz, hogy az, a, az tovább, tovább, segítette őket, hogy, hogy elképesztő gyorsan fejlődjenek, és nem csak hogy beérjék, de le, lehagyják Angliát. Ugye Anglia sokáig a világ első országa volt, egy, egy nagy birodalom központja, és, egy, és egy, 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 nagy ipara is volt minden. A németek lehagyták őket. Ezért kellett megsemmisíteni őket. Két kérdése, mert hati is. Az egyik, úgy nekem az a véleményem, főleg ha Árpádra, a közöttre gondolunk, hogy a németekről nagyon jó, sokat nem várhatunk jól, ugye az senki. az egyik kérdésem, mondj egy pár szót a UCC-ről, mert abban azért tudná. Miért, miért, mit, akar a UCC -ig? igazából? Mondjuk én tudom, de szeretném, hogy te is. Én megmondom őszintén, hogy erre nem tudok rendesen válaszolni. De, de viszont, amit te tudsz, azt mondd el. <laughs> Nagyon sokan itt is alakultak különböző csoportok, 20 színével, Én ezelőtt öt éve beszélgettem olyanokkal, akik nagyon-nagyon... Én nem is a részleteket, nem ismerem. És egyszerű dolgot mondok hozzá, az nem más, mint a Vatikán tengerjogi szerződés, hogy a Vatikán a gyarmatéről adómentesen tudjam behozni a zárót. Na most ezt összekeverni azzal, hogy ebből te majd részesülsz majd különböző jóváltételként, ez egyén szóval fikció. Ennyi szerettem volna csak... Igen. A másik dolgom az, hogy picit, te nagyon sokat foglalkoztál a Szent Koronával, hát a Nagy Magyarország összeállításával. Mondj egy pár szót, hogy hogy állunk ezzel a kérdéssel a Szent Korona országa, az aláírások, illetve mi a véleményed, hogy áll hozzá magyarság is, meg a kormány? Hát az a helyzet, hogy a Szent Korona ugye számunkra jelenti a Szent Koronát, mert ami megfogható, de, de jelenti a magyarság számára a magyarság legfelső jogi intézményét. Ezt is jelenti. Tehát egy jogi intézmény. Na már most ahhoz, hogy ennek a jelentőségét meg, megértsük, ahhoz szükség van arra, hogy egy ilyen legfelső jogintézmény, ami, aminek van egy szimbóluma, ami a korona, a megfogható korona, hogy az mit jelent? Az valójában egy az egyetlen olyan törvényt jelenti, amiben jogrendben van minden, tehát a törvényt azt most nagyon tágan értem, amely az egész magyarság sorsát meghatározta. És ez, tehát, egy, tehát, egy, 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 tehát egy jogrend. Itt az, az egyetlen, tehát a Szent Korona és a jogrendje az egyetlen olyan jogi intézmény, ami a törvényhozás, a törvények felett áll. Minden, minden, mert, ugyan, mert, mert, minden törvény az, az alul lévőkre ír elő kötelező szabályokat. Tehát kormányok, uralkodók, stb. hoznak törvényt, és azt, és azt kötelezi azokat, az állampolgárokat vagy alattvalókat, akik ott vannak, és aki ezt a törvényt hozta, ezt a törvényt meg is változtathatja. Na de a Szent Korona és a Szent Korona jogrendje, amely egy, egy, egy alkotmány. Az alkotmány az egyetlen olyan törvény, amelyet nem azok hoznak, akik a törvényt hozzák, hanem őket szabályozza, őket kötelezi, fölöttük áll. Na most Ezért, most, a, de most, ezekből az alkotmányokból Európában, ö, szóval a világon az, az írott alkotmányok terjedtek el, például a Francia forradalom, révén is, vagy például a nagyon sikeres írott alkotmány, amelyik most bomlik fel. Az amerikai alkotmány tel teljes felbomlás szakaszában van, mert ne, nem tartják be a rendelkezéseit, erről van szó. Tehát mit ér egy olyan alkotmány, aminek nem tartják be a Száz szóval is felbomlottam. De Európában egész különleges módon volt két olyan alkotmány, amely Természetes módon fejlődött ki, és erre azt tudom mondani, hogy ha valaki vallásos, akkor Isten akaratából fejlődött ki. Ha nem vallásos vagy agnosztikus, akkor vegye úgy, hogy a természetes történelmi fejlődés hozta létre. Az egyik ilyen alkotmány volt, 1215-ben a Magra Karta. Angol. Angliában nincs alkotmány. Még mindig a Magra Karta az alkotmány. És hát persze hozzá csatlakozott a Petition of Rights, meg a Bill of Rights. Ez a brit alkotmány, amelyet nem írtak. Most érti, nem arról van szó, hogy nem írtak le. Nem írtak le. A nem ír ír írás azt jelenti, hogy fokozatosan fejlődött ki a történelmi fejlődés útján. És fokozatosan alakultak ki azok a szabályok, amelyek minden királyt köteleztek, és minden parlamentet köteleztek. Nálunk is volt egy ilyen. 1222-ben az arany Bula, amely azokat a szabályokat foglalta magában, amiket a Szent Korona testesít meg, és amely a király felett áll, vagyis az aranybulával létrejött Magyarország első hatalmi központja. Az arany, vagyis a, a Szent Korona és a Szent Korona jogrendje. Az második hatalmi központ a király volt. És utána jöttek a többiek. És mindenki csak akkor volt király, ha elfogadta, hogy a Szent Korona az első, és ezért meg kellett koronázni a Szent Koronával. Na most ez az egyik aspektus. A másik aspektus az, hogy mi van a Szent Koronai jogrendjébe tartalmilag. Hát tartalmilag benne van a magyar nép leg, a történelem folyamán hozott legnagyobb teljesítménye van benne. Mert egy olyan jogrendet hozott létre, amely állítom, hogy a világ első és legjobb jogarendje. Nincs jobb Ezt kimerem jelenteni. A világ legjobb, a, a, a magyar nép zsenialitása volt ebbe hogy ezt létrehozta. Ez az övé, ez az ez az ő, ő kollektív alkotása. És ez a Szent Korona, ugye a, a, már most, amit a, 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 a dolog, a tárg, az csak ezt nyelképezi. Tehát mind a kettő szent, de a Szent Koronának csak így van értelme, hogy hozzá vesszük, hogy ez a magyar nép által zseniálisan megalkotott jogrend. És persze ennek a jogrendnek van egy eszmeisége, természetesen egy nagyon-nagyon is tanulmányozódó értékrendje, erkölcsi szabálya. Ez mind megvan ott. És ezt mind elvették tőlünk, mikor elvették tőlünk azt, hogy visszakaphassuk a Szent Koronát, és a mi saját jogrendjünkben élhetjük. Csak ha egy hogy például a Szent Korona rendjében a, 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 a mellérendeltség érvényesül. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem az alá és fölé rendeltség. Meg egy sor olyan zseniális dolog van benne, amire csak egy nép képes több, sok évszázad alatt. Így. Igen de, ugye? Igen. Igen, de a Szent Korona jogrendjét nem kaptuk vissza. A szem kaptuk vissza. Miért van az, hogy egyetlen politikusba, már pedig, amikor visszahozta cyrus szel 78 Amerikából, hogy egyetlen politikai írása, és most hagyjuk, milyen oldalt. Nem akarja visszaállítani a nagy történelmi Magyarországot, a Szent Korona országát. Tudom, hogy ennek külső is vannak, de a kezdeményezést, amit ti kezdtetek, például a politikusok mennyire támogatták? Mert <hört> Meg itt van a korona. Ott van a politika, megvan a parlament, Ebben van az a, az a lehetőség, hogy most megvan a korona, meg van az ország megvannak az elcsatolt részek, akkor egyesítsük. A Na de ehhez... Kaptatok, de, ez de ez nincs, ez nincs egy magyar társadalom. Mert a magyar társadalomban már elmondtam, hogy a, a posztkommunisták át ezzel a, e, 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 ezzel a 242 milliárd e, dollárral, ami az ő került, és visszahozták és felvásárolták, és az ő maga tulajdonúk lett az ország. Ezeknek ez nem érdeke, hogy a Szent Korona, és, és úgy, 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 úgy jött egy új kormány, hogy fogalma se volt, hogy az igazi hatalom, a vagyon és a pénz ugyanazok kezébe maradt. Itt jön a múlt a de éppen ezért mondom én a következőt, hogy szükség van arra, például ugye én a Trianon társaság elnökes tehát szükség van arra, hogy minden nap foglalkozzunk Trianonnal, hogy az em magyar emberek tudatában meglegyen az, hogy nekik ez meg ez meg ez jogosan jár. Így, de ez nincs a tudatukban. Na most hadd mondjam el, hogy ez milyen nagy hátrány. Mert ugyanis ritkán van olyan történelmi lehetőség, hogy korrigálni lehet a, a, a trianoni, hát nem gyilkosság következményei. Például az első ilyen eset volt, amit nagyon jól felismertek az akkori magyar vezetők amikor megváltoztak az erőviszonyok, az első és a második bécsi döntést, és nézzük meg, hogy egy mennyire sokkal igazságosabb határok jöttek létre. Még Fejtő Ferenc is azt mondta Moszkvában, illetve Párizsba, hogy, hogy, hogy valójában a második bécsi döntéssel kialakított határok lettek volna igazságosak Versailles-ban, mondta Fejtő Ferenc. Annak a annak, aki mikor idejött 1982-be, és együtt reggelizett I. és Gyulával, ugye mind a kettő szabadkönyves volt, meg én francia költő akart lenni először. Na most a két szabadkönyves reggelizett, és akkor hát trianoni szóba jött, és a az azt mondta a Mitterrand a, a és Gyulának, hogy, hogy a, 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 Trianon az egy mocskos ügy, így fogalmazott. És hát ugye azért, ezt elmondta a, a másoknak, ugye különböző, és, és, végül is ez. Szóval ezt, ezt a I. Gyula elmondta. Na most, innen tudjuk. Na most, visszatérve, hogy hol volt a következő lehetőség. Mert látjuk, hogy a második világháború végén, ugye megint a rossz helyen kötöttünk ki, és lényegében visszakaptuk Trianont, most Párizsi békeszerződésnek nevezik, de hát még egy kicsit rosszabb is volt, mert még a, ugye Pozsonyél elvettek államkosséget. Nem Na most. Ez az mert azt mondták, hogy lesz az Na most. De mikor volt azóta egy olyan lehetőség, ha magyar népnek van ilyen tudata, tehát szent koronatudata, hogy itt egy egész, egy összetartozó népről van szó. Megmondom, hogy ez mikor volt. Megmondom, és konkrétan megmondom. És azt konkrétan is megmondom, hogy nekem mit mondtak a szabadkönyves főnökök, amerikaiak. Nekem mit mondtak? Azt is elmondom. Ugye akkor még az történt, hogy amikor még 1990-ben még nem tudtak megegyezni abba, hogy Ukrajna is elszakadjon vagy nem szakadjon. Mondom, hogy nagy, nagy hatással volt Szolnicsin, aki mondta, hogy az ukránoknak nem, ezeknek maradnia kell, ez, ez, ez te, testvérek, ott kell maradni. És nagy vita volt. És akkor Moszkvából megüzenték a magyar kormánynak, és ezt ketten mondják, hogy így volt, Bogár László államkitár, akkor ő az volt, és Rafa Ernő, aki a a, 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 a hadügyminisztériumban, vagy honvédelmi minisztériumban volt első fokú, az szóval első államtitkár, államtitkár volt. Na más megőzenték, hogy nincs kifogások az ellen, hogy Magyarország visszavegye kárpát ályát. Ez volt az üzenet. És mi volt a válasz? Elmondom. 1990 Decemberében van egy népszavazás Kárpát alján, ahol megszavazzák a autonómiát, óriási többséggel, ruszinok minden, magyarok minden, és utána, mint autonóm egység, kérték a Magyarországhoz való csatlakozást. A miniszterelnök, ugye? A keresztény miniszterelnök, és hazafias miniszterelnök. Hát persze, Antal Józsefről beszélek. Elmegy Moszkvába tárgyalni decemberben, vele van Jeszenszki, külügyminiszter, ugye? És. Kucsma volt akkor még az elnök, az ukrán elnök, aki fölkészült, hogy hát akkor hogyan is legyen, mert azt akarták, ukránok benne lettek volna cserébe azért, hogy Magyarország erősen támogassa, hogy legyen külön Ukrajna, mert az oroszok nem akarták, hogy legyen külön Ukrajna. És neki kellett szövetséges, aki, aki ezt segíti. és és felkészült arra, erre föl Antal és Jeszenszki ajánl egy, egy örök barátsági szerződés, amiről mi mindenről lemondunk. Ha ilyen tudata van a magyarságot vezető embereknek, akkor mit várunk? És ezt honnan tudom? Ezt honnan tudom? Azt is elmondom. Mert ez ne, nem, nem mindegy, hogy va, mit honnan tud az ember. Ugyanis Kozma atya, akit én nagyon jól ismertem Münchenből, és nagyon szerettük őt. Kozma atya foglalkozott, ugye, hát ő, 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 segélyszolgálattal, Máltai Segélyszolgálat, ugye, és hozott Ukrajnába, több kamionnyi hát, ajándékot, és éppen Kievbe volt. És a tárgyalásra Jeszenszki és Antal József elvitte Kozmatyát. Hát Kozmatyától tudjuk, hogy bizony, a Jeszenszki letagadja. A, 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 letagadja. De akkor én nekem a Kozmatya mondni, az hát nem a Jeszenszki. Hát nekem a kozmatja sokkal hitelesebb. Na ez az egyik. Mondok egy másikat. Amikor kitölt a Jugoszláviában a polgárháború, és kiszakadtak az országok, ugye, Szlovénia, Horvátország, és a többi, akkor Horvátország nagy bajba volt szerbek sokkal erősebbek voltak. Tehát a hadseregben a szerbek domináltak. És veszt is rá. És nagyon kért fegyvert Magyarországtól. És azt mondta, adjatok fegyvert, mi visszaadjuk Délbaranyát. Ez volt a dél, a magyarok odatták a fegyvert. Én meg ugye ezt mindezt Münchenből tudom, mert azért oda minden információ befutott sok információ jött oda. És... volt. Mikor? Nem, 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 nem. nem. Antal hát, hogy? Hát 98-ban jött. 98-tól 2002-ig volt az első Orbán kormány. Nem, ez Antal kormány idején volt. És az, ó, az sikerrel harcolnak a horvátok, megszületik a horvát függetlenség, és mi el, 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 kezdünk utána járni ott Münchenbe. és hol van Hát, És akkor elmentünk a horvátok. Szóval, hogy hol van Dérbanya? Dérbaranya. És akkor erre a horvátok azt mondták, hogy senki nem kérte Délbaranyát. És melyik az a hülye ország, amelyik, amelyik kényszeríti a másikat, hogy fogadjon el területet tőle. Nem kérték. Visszakaphattuk volna. Na, mondok egy harmadik történetet. Ezt sokszor elmondta, és le is írta Rafael Ernő államtitkár, aki akkor államtitkár, a Honvédelmi Minisztériumban. Ugye? egy történész volt a miniszter, hogy is hívták a főnömi a, 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 tesék? Fűr, Fűr Lajos volt a honvédelmi miniszter, és ő volt a helyettese. És a következő volt. Akkor történt, hogy Csehszlovákia felbomlott. És közölték, hogy a párzsi döntések nem érvényesek, mert mi most szétszakadunk. Na már most. Ekkor lényegében a hadsereg, a csehszlovák hadsereg, főleg csehekből állt, az kiment Szlovákiából. Ott volt elég hosszú ideig katonaság nélkül úgy szlovákia, hogy felbomlott a békerendszer, amit Párizsba hoztak. Vagyis Magyarországnak nem kellett volna más csinálni, felbomlott a párizsi rendszer, én a magyar lakta területekre bevonulok. Kész, ennyi. Mondom, ezt akarta, és persze az volt a válasz rá, hogy Antal ráparancsolt, hogy mondjon le. Úgyhogy le kellett emiatt mondania. A, tehát Rafa Jernőnek rá kellett mondani. Na, na most, ez, na most visszatérve arra, amit mondok. Tehát olyan magyar nemzeti tudat kell, amely állandóan számon tartja, hogy nekünk igényeink vannak. Mert most például nem lehet megcsinálni ezt a három dolgot. El, az idő elment. Ez El, a hagyó elment. De azért azt megtehetjük most is, hogy követeljük az egyetemeinket, amit pozsonyba, kassába és és, 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 és Kolozsváron, és, és Nagyváradon, és Marosvásárhelyen, és így tovább. Mert, mert ugye mit csináltak a románok is, hogy oda jönnek Kolozsvára, és elve, nem építenek román egyetemet, elveszik a magyar egyetemet. Nem építenek magyar színázat, elveszik a magyar. Szóval egy szemét tolvaj ez, De nem csak erről van szó, hogy vissza minket. Hát ott van az a szemét benes dekrétumok, amelynek az alapján még mindig elkoboznak magyar tulajdonú földeket nagyon értékes földterületeket. Például most is két hete. Tehát működik. És tehát két hete, így mondom, nem két éve. És, tehát, és, és mindig, hogy, hogy érvényben van. És, és, és ott vannak, hányszor megígérték, hogy a egyházaknak az ingatlanjait visszaadják. Hát adtak vissza. De rengeteget nem adtak vissza. Sőt, egy csomót visszavettek. Hát ez is Trianon lenne, és még sok minden más, például a székely autonómia. Hát, mert ahhoz, hogy legyen egy magyar nemzeti tudat, az készen, tehát készen létbe kell lenni, hogy amikor megszólal a történelem sípja, akkor ott legyünk és cselekedjünk. De ehhez, jó, de ehhez, na igen, de ezt a célt szolgálja egy új televízió egyébként, ahol én minden héten tartok elő -elő előadást, úgy hívják, hogy Szövetkezett TV. Ezt, ezt a célt csinálja, és, és lehet benne szabadon beszélni, mert én itt is elég szabadon beszéltem. Bár nem olyan szabadon, mint. mint a rövidség érdekében lehetett volna, de... Lezárjuk már ezt a trianot, és hogy áll az online és hogy érzed annak a súlyát, az emberek megértették? Mi? A trianoni aláírás. Hogy áll? Mit tudsz volna? Hát ez is az, hogy mivel valójában a, a, a kormányzat, ami nemzeti kormányzat, és amit az összes hibájával meg kell szavazni, mert a másik oldal az posztkommunista, balliberális globalisták, kozmopolita, komprádor, kollaborás, szorolhatnám. Egy minősítetetlen társaság. Ha nem ilyen minősítetetlen társaságból állna, akkor ezek már megérdemelnék, hogy jöjjön helyettük más. De az a helyzet, hogy a Orbánt csak egy jobb Orbánnal lehetne leváltani. De ez a jobb Orbán hol van? Csak ez az Orbán van. De ez az Orbán sokkal különb az összes imájával, mint a másik oldal, ami nem tud mást, mint hazaárulást felmutatni. Meg az, hogy mindent visszaad azoknak, akik amúgy is kirabolták, mert azért ez a kormányzat satuba van. Alulról is nyomják, felülről is. Ebben a satuban mégis bizonyos kis mozgásterét kihasználva, azért építgette azt a az állami vagyont, ami a, a közösséget szolgál. Az állami vagyon jó. Azt domálták állandóan, hogy ez rossz. Nem igaz. Az jó. Az a közösségé, Az a közösséget szolgálja. Hát miért jó az, hogy eladták a egy Magyarország egyetlen nemzetközi repülőtérét? Hát ez mi jó nekünk? Kinek jó ez? Na, Meg, meg a másról. Hát eladnák akár a, a, a láncidat is eladnák, meg a parlamentet is. Eladnák a parlamentet, és utána visszabérelni. Ja, <tosz> csak egy az azért erre fűzzek azért, az állami vagyont 90 óta 50%-a megint elment, 30%-a nyomtalanul, 20%-a egy forintért. A egyetemeket most kiadták magának. Ez is az állami vagyonnak az elhelyezése. A, a közösségben van. Nincs. Az nem. Ha magánba kiadom, onnantól kezdve nem működik. Minden, minden elmegy. Ez, ez, ez nem lehet mondani. Sajnos, ez az igazság, hogy mindenhol politikai diktatúra van, és a politikai diktatúra akár elől van, hát most látszik, ezért van a járványnak a szerepe, hogy teljesen mindegy, hogy kiúlott vagy jobb, mind a kettő azon versenyek, hogy mindenkit olcsunk, lezárjunk, maszkoljunk, melyik akar más. Én, melyik úgy, én, úgy gondolom, ez. én úgy gondolom, hogy az még nem teljesen magántulajdon, hanem egy köztes, mert egy alapítványi tulajdon lett, aki, amelyre nagy, komoly közfeladatok vannak. Amerikában is vannak így nagyon jól működő Szóval ez tud így is nagyon jól működni, és azért ez köztulajdon. Ez nem valakinek a magántulajdona, hanem, hanem van, igen, van egy kisebb közösség, egy, egy, egy alapítvány, és, és annak kell a közérdeket, érvényesíteni. Én, 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 ha engem kérdezelnék meg, én, én ezt nem csináltam volna meg. De azért ezt nem érzem olyan, hogy teljesen, ez nem teljesen privatizálás. Ez egy köztes Már helyzet. Az, szóval hogy adott esetben, amit átírtak a nevükre, különböző alapítványokba cégekre, most hagyjuk a neveket, mert tudjuk, egy-egy évben rendkívüli vagyonok vannak, akkor az érzésed szerint adott esetben ezt visszaadná? De én, én az az igazság, hogy ha lenne egy jobb Orbán, én azonnal ezt az Orbánt leváltanám, és a rengeteg hibás döntését visszacsinálnám. De nincs egy másik Orbán, hanem egy Gyurcsán van, meg egy meg egy meg egy Márkizai de nem ebbe kell gondolkodni. Egyik párt olyan, mint a másik. Alsóházba letenni, felsőházat visszahozni. Hát ebbe. Ehhez, Persze, hogy ez ehhez, volna a megoldás. Ezzel az a baj, erre hogy a lehetőség mo momentán. Akár, hogy nézzük a nem, hát egyértelmű, nem most akkor itt csak egy Minden. mondat. Ez így van, ez igaz. Ez az igaz. Hogy az lenne jó, ha a, a Szent Korona államrendjét be tudnánk vezetni. Ez lenne a megoldás. De amíg, amíg ez nem lehetséges. Amíg ez nem lehetséges, mert ugye az embernek állandóan a kívánatos és a lehetséges között kell valahogy ö, ö, hát ö, ö, megtalálni azt, ahol a kívánatos és a lehetős lehetséges találkozik. Fedi egymást és azt megtenni, de gyorsan megtenni. Mert és, és mindig kell tudnia, hogy mi a kívánatos, mire, mire kell törekednie. És azt is állandóan néznek kell, hogy mi az, ami lehetséges. És mert a lehetséges, meg a kívánatos, ha nem is teljesen, de időnként fediás már. És ha valaki fel van készülve, tudja, mi a kívánatos, mi az, amit el kell érni, ki kell harcolni. És erre lelkileg, tudatilag is készen van, akkor tud cselekedni. Mert én szerintem az, hogy így, így elrontottuk ezt a korrekciós lehetőséget, amit az előbb elmondtam. Abba az is adott, hogy az ország erre tudatilag nem volt fölkészüléssel, és hadd mondjak már, hogy a Szabad Európa Rádionál, mikor mi ezt próbáltuk személy szerint, én is próbáltam, mert ott is azért volt olyan, voltak akik az SZDSZ-hez húztak, meg voltak akik a nemzeti, hát a nemzeti oldal még akkor az nem Orbánt jelentette, mert hiszen Orbán maga is az SZDSZ ifjúsági szervezetéből jött, és hatalmas utat tett meg. De az amerikaiak megbonták, mikor előjöttek ezek a módosítások, akkor az amerikaiak megbonták, hogy nekünk, magyaroknak tilos a trianoni módosításról műsort készíteni. Tilos. Megbonták. Nekem is megbonták. Nekem is megbonták személy szerint. Így. Sőt, amikor, amikor én elmentem, mert, mert, beszámoltak nagyon rosszul, tökés letartó, és, teljesen össze-vissza a románok, és, mi, és én elmentem a Szent a, a hírsz terkesztőségben kiszedtem a hírt, hogy ez, ez nem lehet, ez nem így van, tessék. Izé, még igen voltak felelős, Mr. Derek, Mr. Drabik, you are too emotional. You are too emotional. Tehát, tehát, <laughs> tehát, tehát még, még nekem, nekem volt, nem bántottak, mert szerettek az amerikaiak. Nem, nem, nem bántottak, engem ugyanis amerikainak tekintettek be, hogy Amerika, nyugdíj, tehát amerikai útlevéllel voltam, New Yorkba bejegyzett jogtanácsos, ma is az van, tehát érvényes a bejegyzésem, csak semmi használt nem veszem, de az megvan, és, és angla, amerikainak tekintettek, és egy csomó dologba vútó, hogy, engem hívtak, be, például amikor nem készült el, Csurkának volt a nagy tanulmánya, 1992-ben ugye, nem menekszünk rá, nagy portveltvel, és nem készült még el a fordítása. És az és a igazgatók tudni akarták, a két amerikai igazgató, hogy, hogy mi van benne. Mert hallották, hogy tehát röviden vo, hallottak róla. És akkor engem hívtak, leültem le egy székbe, kezemben nyomták a, 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 a csurkárok az írását, ők meg ültek az asztalon, mint papír és toll és jegyzett, és én fordítottam neki gangóra. Tehát, és nem, mert volt hivatalos tolmács, minden volt ott, engem hívtak, mert bennem bíztak meg. Nos, ja, akkor lezárhatjuk úgy azzal értesz, hogy más lehetőség nincs ma ennek az országnak, de szerintem a magyarságnak bárhol a világon. Tehát most nem csak a Kárpát-medencéről beszéljünk hogy nagyon-nagyon gyorsan menjen után az ősisége után, a tudása után, az ismeretek után, és akkor abban a pillanatban van esély, hogy megtalálja azokat a vezető személyiségeket, akiket meg nem káderek, hanem a nemzet. Hát ez, ez szóval... Szóval a nemzet tudatunkkal baj van. Baj. baj van. Persze nem azért, mert mi, mi ilyen-olyan-amolyan emberek vagyunk, nem, hanem olyan ez a, ez a nem látható, de nagyon nagy hatalmú hálózatrendszer, ez el tudta érni, hogy erről iskolában semmi szó ne legyen. Hát az már megdöbbenti az embereket, hogy abba a trianon filmbe, ami készült, nem tudom, ki látta. Készült egy, egy olyan trianon film, hogy én írtam a forgatókönyvet, és a Juhász Zoltánék megcsinálták. És ennek a, a kiinduló koncepciója az, hogy nem a németek robbantották ki a háborút, hanem ez az államok feletti hatalom robbantotta ki a németek és az oroszok megsemmisítésére. Mert, mert tudták, hogy az oroszokat is csak úgy tudják, mert az Oroszországban az a mi a, par, mi a probléma az oroszokkal. És miért, miért fáj a foga nagyon ennek a nyugatnak finoman szólva, orosz, mert Szibéria az, az egy, és az, az történt, hogy az orosz, az oroszok, mivel nem volt határ, volt-volt hát az ural, de aztán az, az, az orral után még óriási terület van, nem volt határ, hát nekik el kellett menni a csendes óceánig, És így egy óriási terület került a az igazgatások alá, amit egyébként nagyon nehéz megvédeni. Oroszból csak 150 millió van. Most, most, hogy ugye nincs Szovjetunió. És ennek a 150 millió orosznak kell 17 millió négyzetkilométert megvédeni. Úgyhogy ez nem egy, nem egy könnyű feladat. És mert az történt, mert azt mondják, mert ugye azt mondják, hogy az oroszok is gyarmatosítók, de olyan gyarmatosítók, hogy az anyaország és gyarmat között nem volt tenger. Tehát ott volt Oroszország, Moszkva, stb. És utána az ura, után volt a, a gyarmat, és megtartották a gyarmatot, mert nem volt tenger. Viszont ahol volt tenger, ott a gyarmatok elszakadtak, de hát csak úgy szakadtak el, hogy továbbra is ennek a hatalomnak dolgoznak. Hát erre kellett offshore rendszert létrehozni. És az egy nagyon rafinált rendszer. És ezzel, ebbe a rendszerbe lopták el a magyar nemzet vagyonát. 240, mert az a 242 milliárd dollár akkor, az most több mint 500, vagy még több. Nagyon. Szóval elképesztő, hogy hogy ki lettünk rabolva. Egy része visszajött, és most ezek a szupergazdag külföldi, külföldi tőke. Az, amit Magyarországtól loptak el. És ez a társaság nincs leleplezve. Nem igaz az, hogy nem lehetne az impexek, Alkalmazottainak a nevét közé tenni, na de nem lehet. Nem lehet, mert belülről is van egy olyan erő, ami nagyon szorongatja ezt a kormányt. És kívülről is van. És rengeteg hiba, és amit elkövet, az ennek a kettős nyomásnak az oka. És azért, hogy akar. Nemzeti elkötelezettségű, mert a másik oldalon állati sok gazdag ember van. Nekik meg nincs. Ezért akarnak nemzeti elkötelezettségű, hogy úgy mondjam, milliárdosokat létrehozni, hogy, hogy, a, hogy, hogy ennek az oldalnak is legyen. Mert e mögött ez is van. És nem tudok más mondani, hát mindenki úgy is úgy dönt, hogy gondolja de a másik oldal az minősíthetetlen. Úgyhogy nincs sok választás, hát, Na, is Még egy kérdés ezt után, aztán utána Jó. megköszönjük, mert tényleg kimerítél a válaszhoz. Ebből, ebből az, ebből, 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 amit te most levezettél, látsz annak realitását, amit nekem az az érzésem olyan, mint egy, egy eurázsiai rendszerbe betagolódás, mert Kína, India, Oroszország, Magyarország, most a kicsi volt orosz államokat hagyjuk régiókat. Látszak a lehetőséget? Mert Mire? Az, hogy össze fog állni ez az erő, ez a régió. Az ázsiai régió, Magyarország, Kína, Oroszország. Kína, Oroszország, és a lévő volt Oroszország. Na most ugye... Mert azért ez egy fontos erőpont. Kína gazdaságilag nem az szereti van. azt mondani, hogy lehagyta, az nem szereti, de már lehagyta lehagyta. De, de ő, ő, szeret második lenni Kína. De már lehagyta. És ő is beindított egy óriási offenzívát. Ez a bizonyos van Belt, van Road, vagy Bri, ugye? Belt and uh, initiative, Belt and Road Initiative, ami azt jelenti, hogy három vagy négy szinten is újjáépítik a Sejem-utat. Az egyik út az igazi sejem át egy, egy leg, négy út, a valódi sejemuton át, plusz egy rendkívül gyors, tehát több száz kilométer sebességű volat rendszer. Ezt elkezdték építeni. És erre rávették Pakisztán, stb. A másik, hogy kiépítenek egy tengeri úton. Ez, ez már működik is. Lényegében megvettek egy, egy, görög kikötőt. Az az övék, az kínai tulajdonban van. És tehát működik a tenger. Aztán a vasútnak egy része lenne a belgrádi Budapest azért építik aki, és úgy építik, ahogy nekik kell. És azon kívül megépítenének egy légi seje mutat. Vagyis ők egy olyan nagy offenzívába kezdtek, hogy épültsünk egymásnak, mert ez win-win situation, vagyis nyerő, mindenki, mindenki nyer rajta. Mindenki nyer rajta. Tehát ezt csináljuk. És erre próbálják rávenni az európaiakat, azt az európaiakat, aki akik szeretnének például egy ilyen agyagyágyult német kormányzat, mert a szövegei agyagyágyultak. Lehet, hogy az emberek okosak, de amiket mondanak, az a szégyennek a szégyene. Hát hogy lehet, hogy ilyen emberek vezetik e Európa egyik legnagyobb kultúrnépét, aki az európai kultúrának egyik legnagyobb részét ő hozta létre. És nem tud létezni Németország kínenék. Hát legnagyobb felvevő piac a Kína. Tehát, tehát ez egy nagyon nagy válaszút, ami, ami előtt van, és ezért kellene egy háborús helyzetet előidézni, próbálkoztak kínálál is ott, most megint elő, elővették a Tajvant, meg minden, és ott mennek a provokációk. Szóval a háború, az jól jönne most nekik. De azért ezért is itt ezt el kell még mondani, mert fontos kérdés, azért a háború a hagyományos fegyverekkel mindig azt a, kockázatot hordozza, hogy átalakul nukleáris háborúvá. Az pedig a világ pusztulását jelenti. Na de nézzük meg, ez is Ukrajna mögött volt, hogy, hogy eze, 2017 előtt, mint egy öt éven át a Fari Efferzbe, ami a Foreign az a Council on Foreign -e a újságja, vagyis a, vagyis a háttérhatalom egyik legfontosabb koordináló intézményének a havi folyó, illetve ha, két havi folyorot, két havonként jelenik meg, de elég drága. Na most, ebbe a Foreign volt öt éven tartó vita, hogy meg lehet-e nyerni egy egy nukleáris világháborút, erről szólt a vita, öt évig. A legjobb szakértők ö, 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 mondták el a véleményüket. És mi, mi lett a vita vége? Na? Nem. Na Nem. 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 hát elmondom. Az lett a vita vége, hogy meg lehet nyerni. Most elmondom, hogy hogyan. Úgy lehet megnyerni, végül is, ez, ez jött ki végeredménynek, hogy körbe kell venni, tehát ilyen, tehát mindenféle katonai bázissal, tehát támaszpontokkal körbe kell venni Oroszországot, és esetben és Kínát is. Na most 750 katonai támaszpont veszi körül Oroszországot és, és Kínát. He, most 750, akkor 800 volt, most 750 el kevesebb. 750. Na most ezekről a támaszpontokról úgy kell egy nagy erejű, meglepetésszerű támadást csinálni rakétákkal, hogy meg kell semisíteni. A megtámadott félnek a nukleáris fegyvereik. Még mielőtt azokat ki tudta volna lőni. És ilyen esetben úgy lehet megnyerni a nukleáris világháborút, hogy a támadó fél a az nem kap ellentámadást. Tehát nem sújtják nukleáris fegyverekkel. Ez jött ki mindnek. De ezt az oroszok azóta felülírták, mert olyan fegyereket, olyan, olyan eh, hogy is mondjam, arra van lehetőségük, hogy, hogy folyamatosan az egész, például Dél-Amerika és egész az északi sarok, déli sarok folyamatosan tud menni a gép, mert kis atomreaktor, irányítja, tehát az adja az energiát, és akár tízszer is meg tudja kerülni, és oda megy, és onnan, tehát nem lehet lelőni, mert nem tudják, hogy honnan jön, bárhonnan jöhet. Tehát támadhat San Francisco felől, meg, meg támadhat New York felől, és, és kapja a csapást Chicago. Szóval, szóval ilyen fegyverei vannak az oroszoknak. És ezt most már Amerika tudja, és valószínű, hogy felül fogják vizsgálni, de ebbe a stratégiában élik Ukrajnának a NATO-ba történő bevonása. Mert van olyan ukrán határrész, amely négy perc alatt elérhető rakétával. És négy perc az kevés, hogy hogy észleljék, és, és elfogják. Hát e, többek között ezért van az, hogy ennyire nem akarja Oroszország, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen. És mondom, ez jött ki a forint hogy meg lehet nyerni egy nukleáris... Én is úgy gondolom, hogy nem lehet megnyerni, mert mert annyi oroszoknak valami 11 ezer nukleáris vegyvere van. Nem létezik, hogy mindegyiket szét tudják úgy lőni, hogy egyik se érje el őket. És Amerika már akkor megbőnül, hogy ha, ha kap csak egy nukleáris csapás New York, már megbénul. Meg, meg, meg Washington is megbénul. Elég egy. Úgyhogy, mert ma már a kisbombák is, nem tudom, 10-20-30, meg száz eh, 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 erejük hiszen nagyobb hatósulgaróak, mint, mint a Hiroshimai bomba. Úgyhogy, úgyhogy én nem hiszem, hogy atomvilágháborút, vagy nukleáris világháborút meg, meg lehet nyerni. E, és ez egy nagyon komoly dolog, mert Kína fe, vesz, veszélyezteti azt, hogy teljesen e, e, függő helyzetbe kerülnek tőle, és gazdaságra, de persze úgy, hogy, úgy, hogy, ö, ö, hogy lényegében ez egy win-win, tehát mindenki nyerne vele. És amit Kína és Oroszország akar, az a következő, hogy legyen egy többpólusú világrendszer, és legyen egy olyan pénz, ami nem egy olyan, tehát olyan világkereselem tartalék valutája, az ne egy államnak az olyan állami saját pénze legyen, amit ő korlátlan mennyiségben tud előállítani. Mert, mert a dollárnak semmilyen fedezete nincs, mondtam csak az eladósítás a fedezete. Más, az eladósítás meg egyik napról össze, a másikra össze tudod csak annyi kell hozzá, hogy az adósok azt mondják, hogy hát bizony nem fizetünk. És a rendszer összeomlik. Kész. Tehát, igen? Csak egy mondat. Sugárbiológiai szempontból itt már ezer számra atombombák, azok már a felszínre nem mennek el nyomtanul. Azok ott maradnak, tehát azok azért azok az, le kell költözni a Föld alá egy évre, két évre, három évre. Tehát ezt azért mindenkinek mérlegelni kell. Nem olyan egyszerű. Tehát ennyi rakétát, ha, ha van, ez nem, nem. De, de, de ez a... lett az elfogadott katonai, Értem, csak hogy számítanak. körülépítjük őket, Tudom, és fölépítették. LV, ez Hét, most 750 katonai LV. támaszpont veszik körül, Oroszországot és Kínát. Kérdés lenne, és akkor megköszönjük. De a Jánosú, azt szerettem kérdezni, hogy a trianoni szerződésnek van-e olyan záradéka, amely pontosítja azt, hogy ha bármely Trianon által meghúzott határvonal területség, egysége az országoknak változik, akkor van-e hatályon kívüli helyezésre lehetőség? Megmondom, mi van, tudom pontosan. Az van benne, hogy kisebb határeltéréseket közös tárgyalással lehet módosítani. De ilyenre se került, csak há, néhány helyen, és az is csak abból állt, hogy a, 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 kis karókat ár-ebbrattak. Fölbomlott Jugoszlávia. Tessék? Fölbomlott Jugoszlávia. Hát az már egy kicsit. Jugoszlávia az egy más helyzet, az nem trianon, hanem mint arról van szó, hogy hogy a, amikor Fölbomlott Jugoszlávia, Fölbomlott a második világháború utáni, Területi rendezés. És valójában Belgrád nem tudja megmondani, hogy a vajdaság, ami magyar terület volt, milyen alapon, milyen alapon tartozik Szerbiához. Mikor ezt, ugye tudod, ki kérdezte meg, mikor ezt hivatalosan megkérdezte a Magyarok Világszövetségétől valaki, akkor a szerb kormány válaszolt. És azt válaszolták, hogy nincs semmilyen olyan okmányuk, amely szerint vajdaság járna nekik. Ezt írták le. Ezt írták le. Csak ott senki nem kérte. Hát, hogy, hogy lehet egy országot úgy orvosolni a, 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 a igazságtalanságokat, Hogyha ott senki nem kér, nincs tudatosság a magyarokba. De nem a magyarok hibásak, hanem azok a rendszerek, amelyek ilyen, hogy úgy mondjam, így nevelték őket. Hogy erről semmiféle. Tehát ez nem a butasság ellen, nem azt akarom mondani, hanem azt, hogy, 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 hogy tudatosság kellene tenni és. A trianon tudatosság, is. Ezért van az, hogy be akarjuk indítani az interaktív digitális trianon múzeumot, amely már nagyon hamar beindul, már erős, erősen elő van készítve. Na, ott a második lett országunk. A Szlovákia sosem volt, azt mégis lett. Na jó, hát mondom, a, 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 itt, itt a magyaroknak lett volna cselekvési lehetősége, elmondtam. Elmondtam, hogy csak annyi kellett volna, akkor még volt százezer magyar katona. A szlovákoknak meg nem volt semmi. Csehek elmentek, ment a katonaság. Egyszerűen be kellett volna vonulni. Tehát ami, ami a miénk volt a második Bécsi döntéssel, ma is magyar többségű, azt egyszerűen ott oda kellett volna menni. Kész. De ilyen, amikor valaki ezt ugye javasolta, államtitkár, akkor megmondta neki a miniszterelnök, hogy mondjon le. Le kellett mondania. Így nem lehet, így nem lehet ezt a trianoni gyalázatot orvosolni. Így nem lehet. Azért napi nap harcolni kell tudatunkkal azzal, hogy terjesztjük azért, nem hogy nekünk igazságunk van. De azt terjeszteni kell, és mondani kell. János, köszönjük, hogy ilyen Beritől válaszoltál, azt hiszem, hogy Azt meg már... szeretném megkérdezni, hogy Kína volt, teljesen globális terjeszkedése indul, akkor mi lesz az emberek Mert Ott egy, egy megfigyelésrendszer van. Akkor velünk mi lesz? Totális diktatúra lesz mindenhol. Hát ez az és kommunizmus. És ezzel nem mit tudunk Hát nem szóval függetlennek kell lenni. Az országnak hinni kell ebbe, és tetteket kell. Nem csak most, kell, hanem lépni is kell mindenkinek. Nem most... Azért, azért, azért legyünk egy kicsit, megy, megyünk egy kicsit mélyebbre. Legyünk. Az a Kína, legyünk igazságosak, Azért az nem is olyan rossz. Nézzük, hogy mit értel Viszonylag rövid idő alatt a, a, a lakosságnak a többi fele nyomorban és mészegénységben és éhezett. Ezeknek az emberekből, és itt több száz millióról van szó, ezek most átkerültek a középosztályba. És, mik, és miközben a nyugaton Gyártják a szociológusokat, meg ilyesmi, Ez hasonló, ki tudja, mire használható. Igen. A különböző gender tudományok képzik egyetemen, Kínában mérnököket képeznek. És azt az, az kell, az kell nézni, hogy több százezer mérnök van. Most. Több százezer. A, amelyiknek az agya dolgozik. És Kína, mint a rakéta, megy előre. Tehát mielőtt azt mondjuk, hogy így, meg úgy, meg úgy, nézzük meg, középosztályban, lak, lak rendes laká. nézzük meg a kínai városokat. Sokkal jobbak, mint az amerikai városok. Én nem voltam Kínában, de meg nézni a, az interneten. És még mondok valamit, még mondok valamit. Még mondok valamit. Kínában kapitalizmus van. De milyen kapitalizmus? De milyen? Na milyen? Ott, ott, ott is az ilyen Gene ki a Gene Az Amerika legnagyobb színes forradalom szakértője, annak a tudósa. Jean Sharp. Na most az a Jean Sharp ott volt 1989-ben, amikor volt ott a diákok mozdag, mozgalma Pekingben, és megszervezett, hát nem egyedül, a munkatársaival, mert ő nincs jobb szakértő Amerikában. Még, még él öreg, de, 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 még él. és, és megszervezték hogy a diákok hónapokig tüntettek a Tienan téren azért, hogy egy olyan fajta rendszerváltást érjenek el, amit máshogy is az ilyen színes forradalmakkal ugye elértek. Próbálkoztak persze színes forradalommal máshogy, de ez a dzsínsárba szakértő. És abban az időben Teng Xiaoping, aki, aki nagyon tehetséges, kis emberka volt, de nagyon tehetséges. Amikor Stalin, aki, aki, azt hiszem csak kétszer vagy háromszor volt Moszkvában, az egyik útjára elvitte, akkor már Teng Xiaoping pártitkált, tehát az egyik helye, egyik helyettese volt. És úgy mutatta, hogy nem Szalnyiról beszélek, módszert. Mócetünk vitte Stalinhoz. Na, elnézést. Rosszul mondtam. Mócetünk vitte Stalinhoz. És úgy mutatta be Mócetunk Stalinnak, hogy azt mondta, hogy, hogy ez egy kicsi ember, de tengernyi nagy esze van. Így mond Na most ez az ész. 89-ben már semmilyen rangja nem volt. Nem volt államelnök, korábban volt, nem volt főtitkár, nem volt semmi, nyugdíjas volt. Na de mindenki, mindenki azt csinálta, amit ő mondott. Anélkül, hogy nem kellett volna csinálja. És tankszöpillan kellett dönteni. És aztán nem tudott, hónapokig nem tudott, örlődött. És akkor végül is az döntött el, hogy a fiai győzték meg. Mert a fiai győzték meg, nézték a tüntetéseket, ugye a tévé, azt mondja, apu, vagy ők lesznek palacsinták, vagy mink. Ez döntsd el, hogy mi legyünk a palacsinták, vagy ők legyenek a palacsinták. És akkor hát végül döntött a, a, Z, döntött a ez, ez úgy sikerült nekik, hogy hogy azt a hadosztályt, ami ott volt és a diákokkal szállt szemben, de már nagyon föl az ittva, azt elvitte, hozott egy vidékről egy másik hadosztályt, és, és, a, és az bizony szétverte a diák tüntetést. Az, hogy mennyi halott volt, hát az hírügynökségektől, hírügynökségektől függ, Lényegében sok halat volt. De ez a hátrány, ez csúna dolog. De mi, mi lett a következménye? Az lett a következménye, hogy az a mód, ahogy Oroszországot elképesztően kirabolták, mindjárt megmondom azt is, hogy hogyan, azt nem tudták Kínába megcsinálni. És ebből miközben miközben Oroszországban minden egyes fejre, tehát minden egyes személyre vonatkozóan több, több tízezer dollár vesztesége volt Oroszországnak. Azáltal, hogy lényegében a Jelcin idején egy ilyen, hát egy ilyen az amerikai neoliberálisok által kialakított rendszer működött. De Kínába nem volt egy és megmondom, hogy mennyi gyeresség volt. Kína azáltal, hogy elkerülte a Színes forradalmat, azáltal minden, és 1 millió 400, tehát 1400 millió főre tessék 20 ezer dollárt számítani. Ennyi nyeressége lett belőle, hogy, hogy ott akkor szétverték a Tinanon menni tüntetőket. Na már most, de még muszáj valamit Kínához hozzáfogni. Ez mindig az, hogy ilyen ez igaz. ez, ez így igaz. Hát csak az újgórokra gondoljuk, millió számra táborokban vannak, újgórok. Az, nőkkel, egyik népvelik, új, megölik, az, az, egyik az, új, az, az egyik az újgórok, amivel akik a ugye iszlám a iszlám igen de iszlám és az iszlám az iszlám az egy erős politikai az iszlám nem csak vallás hanem az egy politikai tehát egy rendkívül veszélyes az iszlám aki azt mondja hogy nem veszélyes az iszlám hát Na, de ők vannak ott Kínában nem a Kínában. Én, én ezt én, ezt, én ezt értem hogy hogy Kína Elfoglal, ugyanazt tett Tibettel, stb. Hát én ezt tudom. Ezt én tudom. De, mégis azt kell mondani, jó, ezt, ezek a negatívok. De nézzünk már a pozitívra, hogy a Kínában nem az valósult meg, hát ha, hagyd hagy mondjam el, hogy mi, volt, mi valósult meg Oroszországban három mondattal. A, az a uralkodó ö, 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 hát párt Bürokrácia, az apparácsikok, akik rendelkeztek az ország vagyonával, a nagyvállalatokkal, minden. Oda mentek többek között a legkülönbözőbb ö, 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 szakértők Amerikából, és azt mondták neki, Mindenrel ti rendelkeztetek. Ti, ti rendelkeztek. Ezzel a gyárral, ezzel az erőművel. Írjátok a nevetekre. Hát ték adták a hatalom. Írjátok a nevetekre, hogy ti vagytok a tulajdonosok. És nem az állam. Mert ha ezt megteszitek, akkor ezt el lehet majd adni. És a pénzt elvihetettek nyugatra. Amerikában is. Befekt. Csináljátok ezt? És ezt csinálták. Ez le. Így ment a kirablás. Na most ezt Kína megúszta, de Kína még mi mindent csinált. Hadd mondjam el, hogy kapitalizmus van, de milyen kapitalizmus? Olyan kapitalizmus, amely nem engedélyezi azt, hogy például az utak, meg a tömegközlekedés magántulajdonban legyen. Tehát a, a vezető, a fontos, a meghatározó infrastruktúra az lényegében a vállalkozóknak mondjuk így, hogy közköltségen ingyen van adva. És a és kínai vezetés nem engedélyezi azt, hogy a kínai bankok olyan külföldi bank, kínai, tehát a, hát a, a, kínai vállalkozók olyan külföldi bankoktól vegyenek fel hiteleket, amelyekre kamatot kell fizetni, és vissza kell fizetni. Ehelyett Kínában bevezették azt, hogy Kína bocsátja ki a pénzt, a juant vagy reménybét, és ezt a pénzt adják a kínai vállalatoknak arra, hogy egymás között működjenek. Amelyik pedig tud exportálni nyugatra, Amerikába, meg Európába, és kap érte dollárt, meg eurót, na azt lehet a nyugattal való kapcsolat, de a keleten, tehát elérték, hogy nem fizetnek kamatot és járadékot a nyugati finansztőkének hanem ez a pénz ott marad bent. És így sikerült nekik tulajdonképpen ezt a hatalmas gazdasági eredményt elérni, hogy, hogy a középosztály lett a meghatározó, és nyomorgó, még van, van egy, van körülbelül 100 millió, még, még, még nyomorog, de a többi már középosztály. Vagyis rendes lakása van, rendes fizetése van. Persze, ahhoz, hogy ez a, ez, ez a rendszer működjön, hát fegyelemre van szükség. Lehet, hogy túlfegyelmezek. Én ezt nem én szeretem, én se, én se szeretem. De valószínű, 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 hogy ez másképp lett volna. És még, 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 még azt is hozzá kell tenni, hogy Kína rengeteg fizikai aranyt vásárolt föl, és ez eltűnt. Eltűnt. Senki nem tudja, hol van. Na de, mégiscsak lehet feltételezni, hogy elraktározták. Mert ugyanis Kína készül arra, hogy a Yuan az egy aranyal fedezett, nemzetközi valuta legyen, amely leváltja a dollárt. És ez is az egyik óriási veszély, amit meg kellene a nyugati uralkodó finanszköröknek akadályozni. De nem tudják, hogy hogyan. Háborúra lenne szükség. De hogy legyen háború, ha itt van a nukleáris fegyver. Szóval a régi módszer, hogyha ilyen bajban vagyunk, háborút csinálunk, ez most nem működik, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezért próbálkoznak biológiai világháborúval, próbálkoznak olyan világháborús módszerekkel, amelyekkel uralkodni lehet az emberek tudata felett. Szóval sok mindennel próbálkoznak, de, de ez mind azt mondja, hogy a nyugat, enervált, Morbid és dekadens. És mit tudunk tenni, most ezzel? Most már, ezzel Hagyjunk a Jánosnak pén gondolkodást a olyan előadáshoz, mert szeretettel meghívjuk, ugye? Igen, igen, igen. igen. hogy a a hogy Ebből is köszönöm, hogy ebbe működtél, hogy szabadon hát tudtuk elhozni Jánost, és eljött hozzánk, és aztán, azt, hiszem igen tartalmas és igen változatos előadást meghallgathattuk, mert mint mondtam, CD-n megvan, youtube megvan, de élőben most van meg előadás. Úgyhogy köszönjük meg még egyszer is! Köszönjük. most... Amit én most mondtam, ez nagyjából elmondtam 2017-ben is. Ott van főn a Egy Világrend, Na, amit már a... több mint egy millió megnéztek. Igaz, Na de hát pont azért, mert amikor a kórházba voltam, mondták az orvosok, hogy hát hallgatták, és én nem tudtam, miről beszélnek. Ez egy régi és ilyen fejből mondott előadás volt. És, és amikor köjöttem a kórházból, meghallgattam, mert már nem emlékeztem rá, és akkor kb. 500 ezeren nézték meg, most, most pedig már 1 millió, 4 ezer, 1 millió 4 ezer volt tegnap este. Köszönjük. Ez, ez, ez szám. Hát Szép.